Szevasztok! Hát nehéz szülés volt, de megszületett a karakter Tudás Miki személyében, aki Iszakarádról jött. Hát most érkezett meg a városba a Tudás Miki. Szia Susa! Úgyhogy fel is hívjuk a Anti testvérünket. Ha tudom, hogy kell. Szevasz, family! Ja. Illene már megtanulni a telefon használatát így másfél év után. Te vagy Anti? Én vagyok, öcsém. Mi van? Te megjöttem itt. Busz megállóba vagyok. Jó, mindjárt érted, Anti. Vagyok. Megjött a buszod akkor? Igen. Tuti. Nos volt, amire ültél. Tessék? Piros buszra ültél, hogy beszéltük. Te én nem is néztem. Nem is néztem, Anti. De tuti itt vagy? Tuti. Jó, mindjárt érted, megyek. Jó van, Anti. Jó, megyek, érted. Megosztom a helyzetemet, Anti. Ó, jó. Jó, merre van a busz megálló? De nem tudom. Szevasztok, sziasztok! De nem vonatta jöttél, Tuti? Tutira négy kereke volt, Anti. Jó. Akkor az meg a GPS-re, tudod, hogy kell? Jó van, Anti, nem tudom, majd megkérdezek valakit. Jó. Jó van, csak. Jó, szia. Kurva jó lesz. Mit néztem? Ja, nem csatlakoztam közben be ide faszomba, bocsi. Szia Zordan, szia Mercis, szia Phoenix, Buffalo, Ágica, sziasztok! Kéne a izém, de nincs nagy bőrönd, vagy valami. Várjál, cigikus bőrönd. Ez jó lesz. Az meg erre a csetet meg felpörgettem, azt úgy hagytam. Ez se lesz rossz, de a tegnapi tűr parasztok jobbak voltak. Az igazság, hogy a tegnapi karakterek azok annyira faszopó gecik voltak, hogy kifulloztuk. Szia Kisati! Azt nem lehet csinálni, amit tegnap csináltunk, tehát az... Azt nem lehet. Azt nem veszi be a játékosok gyomra.
azért nem is streameltem tegnap, mert ki akartam próbálni. Szia Ádám! Ki akartam próbálni, hogy... hogy mit tudok a karakterrel, mennyire tudok vele azonosulni, meg... meg... szóval... kipróbálni, érted? De... nem. Azonosulni se nagyon tudtam vele. Vagyis nem volt sok gond, de nem éltem. Meg hát a játékosok se élték. Szia Benjamin! A dudás, dudás, Miki. Dudás. Itt vagyok. Szia, szia, Anti. Hol vagy? Itt a buszpályaudvaron. De nem látlak. Itt állok. De hol? A buszpályaudvaron. De nem vagy itt, Anti. De melyik buszpályaudvaron vagy? De küldtem neked címet. Ide jöttem. De várjál, nem, várjál, csak egy néni bejelölte nekem, hogy hova jöjjek, de akkor oda megyek, ahova küldted. Jó van, Anti. Nem a pályaudvarra szálltál? Hát azt mondta mindig, hogy a pályaudvari kérdés, nem? De itt a metró van. Te engem átvertek, Anti. De akkor nem busszal jöttél? Te azt mondták, busz. Ment a föld alá, vagy mi? Komolyan már, nem? Már öcém, hát... Te mi? Nem tudom, Anti, segíts! Jó, nézem, hogy hol vagy, jó? Jó van, Antikám, várlak. Mohóval nem tudom, mi van amúgy. Nem tudok róla semmit se, hogy túlélte, nem élte túl. Semmit nem tudok róla. Az okos bőrön. Na bazd meg. Hát lehet. Te vagy Anti! Te vagy Anti! Nem én vagyok, de szálljál mi, jó? De nem, Antit várom. Én pedig a fegyvert fogok rád is. Csak, úristen! A bőröndömet berakhatom hátra? Igen. Jó van, nyisd fel! Csak hogy ide hátsülésbe is bírod, dobhatod. Biztos? Biztos. Oké, bedobom. A szájbe. De, van. De, a telefonból meg a rádióból kiveszem az akkumulátort, jó? De keres, bátyám, keres az öcsém. Öcsém, a Anti. Hallod, tesó, ne aggódj. Ez, csak egy pultnál kell eljárni, és megjárom. De az Anti, keres. De... Jogodj meg, tesóm, nem lesz semmi baj. Hamar lezavarjuk, tesóm. Hova viszel? Hova? Ki? Hát kicsit kifestem a... Megvan, megvan. Szevasz, Kinger. Hogy kifestem a boltot, tudod, tesóm? Tudok festeni, tudok. Az jó. Na, akkor fáradj be hátra, jó? Jó van. Vödör festék. Te... Hol van a festék? Menj be a boltba, jó? Jó van. Hát nem így terveztem a megérkezést.
Na gyere oda B6-ra, jó? Megkérlek. Így fogunk festeni? Igen, ide bent. Menj oda a falhoz, megkérlek. Ide? Várj egy pillanatot, mert... Csörög a aksi nélküli telefonom. Visszadom az a pult, jó? Tessék. Kösz. Megmondhatom a Antinak, hogy 15 perc. Anti. Anti. Igen, itt vagyok. Figyelj már. Maszekolok, Anti. 15 perc. Egy boltot kell kifestenem. Anti. Festek egy boltot, képzeld el. De hol? De titkos, titkos. De nekem nem szóltál. Akarsz festeni te is, Anti? Te én is, persze. Megkérdezem a főnököt. Telepítenék egy Windows 98-at az ennél. Anti is jöhet festeni? Nem, sietős. Ide jön, itt van szerintem. Ő volt a Mercedes-szel? Te jöhet a öcsém is festeni? Na, halasz? Te, igen. Eszel van, tesó. Na akkor, most akkor hova menjek érted? Itt van szemben egy automosó. Oda mennek? Te? Ki csoda? Az automosóba? Te nem, festek, Anti, festek, dolgozok, most ne zavarj. Tehát ezért jöttél, hogy itt dolgozzál? Vagy te mi? Elhoztak, látták bennem egyből a lehetőséget. De várjál, hát... De hát most miért akarok kihagyni? Te nem akarlak kihagyni, Anti, hagyjál dolgozni. Még nem. Hát figyelj, Anu meg tudja, hogy nem vettelek fel. De jó, várjál, mert ezért... Szia, Anti, gyere! Hato, Tibi! Szia, Anti! A telefonból kiveszem az akkumulátort. Szia, Anti! Jöttem utánad egyből. Gyere, Anti, gyere, itt kell festeni, Anti, gyere. Jó. Itt van számítógép. Vanox, köszönöm szépen. Álljátok a falnak, és akkor mondjatok egy-egy számlaszámot hamar. Te. De, száz... Egy... Kérnék számlaszámokat, félre. Szóval... 227-es! Ed 89. Szia, Grom! 189, uram. Köszi szépen, Monox. Na, Anti, ott kell festeni. Álljatok oda forhoz, meg kérlek. Jó. Te, hol ecsetet? Hát adhatok egy ajándékot. Anti, ne felesselj a főnökkel. Pisztoly van nálam, nem főtek? Igen. Tényleg, ott egy pisztoly, Anti! Anti, pisztoly van nála! Anti! Ne akarnak lőni? Anti! Csipant a telefonotok? Tibi! Te nem tudom. Nem hallom. Kivetted az aksit? Anti! Ezt hallok! Inkább hallod, dögültek magam, mint amikor a kóbor... Te megijesztesz, Anti! Ne, nyugi, csak halottnak tettetem magam, érted, hogy a kóbor kutyák is ott hagytak. Te nem tudom. Mit kell nézlem? Elvetted az akkumulátort belőle. Szia, Zsolt! Tessék, visszaadom. Jó? Nézzétek meg. Küldtem egy kis... Itt Anti, rakd össze, nekem nem értek hozzá. 1000 euró munkabéri díjat. Jó, hát nagyon rendes, uram. Itt van. Akkor ez mi legyen, uram? Magának odaadjam, vagy hogy? Tedd bele, Anti, tedd bele. Te megérkezel, akkor kérném, akkor majd a motorokat vegyék ki. Hogy? Csippant, Anti? Cippant a tiéd is, itt az SMS. Akkor kérném vissza az akkumulátorokat, majd amikor kimegyünk az üzletből, akkor majd visszaadom. Köszönöm. Jó, itt az aksi. Meg... Figyelj, menj már. Ja, Anti, nézd, ilyenen dolgoztál. Tanti. Igen, Berlinben, mikor szoftver üzemeltető voltam, itt ilyen gépek voltak, aha.
Jak? Te. Nem. Tig. Te anti, lehet nem is festeni hostak. Nem látom a közéket. Festem, én festem itt azt a széfet, né? Lassátok, hogy itt van, igen. Ezt próbálom kinyitni. Úristen, mibe keveredtünk? Te azt Anu meg tudja, hallod? Lehet meg is verd bennünket. Anti, mondanom kell valamit. Mondod. De nem tudom, hogy itt mondjam. Most mi van? Semmi, Anti. Semmi. Dolgozol, öcsém? Dolgozol? Igen, dolgozok itt. Anti, te nem vagy az öcsém. Te én vagyok az öcsém. Te Anti, mit dolgozol? Te árulom ezért a cracket, tudod, a Need for Speedhez. Igen, az igen, az szép, az szép. Meg az ezeket, tudod, az aktiváló kulcsokat a Windowshoz. Neked adok egyet ingyen, testvéne. Nekem nincsen számítógépen. Egyéni vállalkozó vagyok. Értem, az nagyon jó, Tudja, uram, de most ez azért egy ajándék Need for Speed-et, azt elfogad az úr itt. Te, Anti, emlékszem, mennyit lövöldöztünk a Need for Speed-be. Majd egy kicsit később ebben megpróbálom kifesteni ezt a széfet, jó? Kifesteni a széfet? Igen, próbálom feltörni, te oké. Ezt a boltot, tesó. Licensze érdekel, öcsém? Licensze? Licensze. Windows 98, legstabilabb rendszer, érted? Anti, emlékszel a Pista... Mint a Suzuki-ja. Pista bácsira a TS-ből, Anti. Igen, emlékszel. Sok szerencsét kíván neked. Nyakunkba vettük a várost, mondtad neki? Nyakunkba mondtam neki, megyek utánad, te már elindultál, tudod. Aztán mondtam... Csak defektet kapott a BMW, mondta. Szerintem a német, a Jürgen az szerintem taposta neki, nem azt mondta nekem a Jürgen, hogy garage, hogy is Zuhause garage, ezeket mondogatta. Ilyesek szomnyosok vagytok. GPS strászézik folyamatosan. Igen, én... Gyere ide, megkérlek. 20. Mit esünk? Hamburger, én nem... Nem eszek hamburgert. Csak hát most ez van nálam, tesóm. De Anti. De hát a koleszterinre kell vigyázzam, Anti. Mama csomagot adjak? Adjam. Mit csomagolt a mama? Kicsi Susa, köszi a követést, jó szórakozást. Ez a Windows 98 szépen kulcs! Mutis izébe volt, mutiba, és akkor csomagot meg, adtam egy CD-t, hogy azért érted, lehet egyszer ez géped, és akkor majd felteszed a Windows 98-at. De én nem tudom, Anti. De majd segítek, tudod, hogy azért vagyok szoftverüzemeltető. Tudom, büszke is volt rád az egész. Én azt hittem, hogy itt dolgozom. Te voltál az első. Tisakarádon. Na, most akkor ezért mit csinálunk? Te nem tudom, Anti. Hiszem a papírok közt én is a kódot, hát hogyha itt hagyta az üzletvezető. Vágjátok. Na, nagyon sok kombináció. 400 kombinációt kell még. De 400, Anti, te meg tudod csinálni, nem? Hát árulom PIN kódot. Van egy ilyen weboldalam, hogy getpincode.net.hu. És akkor ott 5 euró PayPal-ra lehet fizetni, és akkor kapsz egy PIN kódot. Csak mi az a PayPal? Paripával, Anti. PayPal. Elmagyaráznod. Ilyen fizetés, tudod, hogy olyan virtuális tárcád van. Én nem jártam iskolába, én a gettóban nevelkedtem. Táskám, Anti, a táskám a kocsiban van. Ilyen kocsiba. Tehát ebbe, amivel jöttünk. Igen, tényleg. És akkor majd megmondjuk a rendőrnek, hogy kiveheted, jó? Tehát szeretném kivenni. Én azzal a kocsival fogok elmenni innen majd. Jó van, hát mennyi, de a táskámat levéd. Ruhátat hoztad a gatyáimat, az alsó gatyát, mert már csak tizé van. Hoztam, Anti, hoztam. Két naposokat cserélgetek. Hoztam, Anti, hoztam mindent, amit kértél. Jó, az a zokni az is van, mert azért... Akkor te mész ki előre, és akkor Képzeld, öcsém,
Hallod, egy, találkoztam egy csajjal. Beült a kocsiba. Hallod, beültek, hogy suna szagolok BMW. Túl szagoltam az ülést. Mindig jó voltál a nőknél, Anti, mindig csodáltam. Csodáltam, hogy hogy tudod ezt csinálni. Én nekem nem tudom. Na, tudom. Mikor beült, egy kicsit be is pisítem. Annyira izgultam. Jó napot! Köszönt innen nekem. Jó napot! Jó napot! Be ide hátra, biztos úr! Jajjaj. Ugye? Elbúvok a rendőr. Azt mondta nekem a rendőr. Okay, Anti, jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Anti vagyok, uram. Meg a Miklós. Miklós. Jó vannak az uram? Dudás igen, Miklós nem vagyok. Dudás. Tisza karádról. Dudás Miklós. Most jött a városba a testvérem, én már itt vagyok tegnap. Szia, Fecó. És jöttünk az úrral. Oké, Zsolt, RP mondat, tedd rá a távirányítót a tévére. Elhozta a testvéremet. És a Tibit. Tedd rá a távirányítót a tévé tetejére. És utána én meg jöttem vásárolni, és itt volt a Tibi testvérem. Dudás. Dudás Miklós. Tisza karád. Milyen Miklós? Dudás. Milyen Miklós Tibor? Mi? Tibi, elfelejtetted a neved? Miklós vagyok. Anti. Miklós. Elfelejtetted a Tibor vagy? Miklós vagyok, nem Tibor. De szórakozzál már Tibor. Szia, Benny. Ezt ugye erősebb vagy, de hát most mi? Átkeresztelted magad? Itt már Miklós vagy. Miklós vagyok. Mindig Miklós voltam, Anti. Mit beszélsz? Tibor, hát... Miklós, Miklós. Sose voltál Miklós. Miért mondod? Mert Tibornak kereszteltek agyámék, hát tudom. Vagyok. Dudás Miklós. Dudás Miklós vagyok, Visszakarányról. Miért mondod, mit Tiborozol? Mit Tiborozol? Tibor vagy, nézd már. De nem voltam Tibor sose. Igis Tibor voltál. Anti. Főnök úr, a főnök úr. Miklós vagyok. Tibi, figyelj már oda. Nem látsz, én vagyok az a testvéred, Anti. Én... Csendet kérhetnék, ameddig beszélek a biztos úrra. Igen, csak Tibi nem ismer meg, Anti. Sor az egy úszét szeretnék. A boltból kimenetel jobbra szabad utat, ez hogyha lehetséges. Az apa volt Tibi, Anti. Apánk volt Tibi. Tibinek keresztelt tégedet el. Nem, nekem nem mondta. Hogy mondta volna még? Sose mondta. Anyánkban voltál. Sose mondta, Anti. De, ha nem mondta. Mi azt hitted, Miklós, nézd már meg, még a diák igazolványodat is elhoztam az iskolában, amikor ott hagytad, azt rajta volt a Dudás Tibor. Azt mondta a Józsi, ad nekem matricát, tudod. Megesszék az ugat. Aztán nem adta. Rendben. Mi kombináció? Na, Tibi. Jön 130. Igyekezni, biztos úr, hogy ne húzzam az idejét. Van én rájön. Meglátjuk, Ádám. Hát akkor ennek jó. Mi nem lettünk rendőrök, biztos úr. Hogy megy a sorod a városban, Anti? Az önkormányzatot kerestem, de egy rendőr bejelölte nekem, azt házak tetején volt, de nem tudtam felmenni. De Anti, kell mennünk munkát keresni. És milyen volt a napja a biztos úrnak? Nem tudom. Hova? Elég jó volt. Te ismered annak már... Annak örvendek. Üzőt kaptak el? Város, Anti. Nem tudom, hát... Igen, én is alig hallom a hangomat. A törget elhoz. Kérdeztem a mélyen folyamán sok tuszt. Sok bűnözőt elkaptak. Anti, el kell mennünk a... Nem tudom. Akkor én leszek az első hőnnek. Hát mondjuk a bujikkal azért jól lehet menni. Mondjuk igen, csak az a kérdés, hogy ki vezetik. Találkoztam egy ilyen csávóval, ilyen külföldi, hogy... Nagyon jó vezetni. Hogy így össze... Vissza beszélni. Külföldi, Anti. Tegnap jöttem. Külföldi. Főleg, hogyha egy kicsit elemelkedik. Hát venne Windows-t vagy PIN kódot. Ki a külföldi ember, Anti? Aha, Need for Speed. Nem láttam még olyat. Úgy néz ki, mint mi? Tökre. A sárga nadrágosnak is úrnak a kocsimba van a táskája, azt majd engedje meg, hogy vegye ki. Jó? Ne, azt mondta, hogy mindent teszik. Igen. Mint egy állat.
Jó, akkor őt viszont nem tudom, először, jó? Igen. Tudom. El kell menni dolgozni, nem sok pénzt kaptam. Nem sok pénzt kaptam. Nem sok pénzt. Jó, azt nagyon megkérném. Csak valami munkát kell keresni. Átajátom, meg biztos úr. Megfizethetem. Hát igen, a végén futás lett a vége, tudja. Csomó biztos úr futott utánam. Az nem jó. Az... Nagyon jó. Fáradnánk oda akkor. Igen. De Antti, vannak jóságok? Uraim? Nincsenek nincs, jóságok. Nincs, nem látták. Hát, nagy van, kéne dolgozni. Ne várj el. Jöjjenek ki a boltba. Menjünk. Igen. Neki a bájom már velem. Csak feltettünk. Azt nézd, Antti. Banán meg narancs. Ez úgy kéne csinálni, hogy én kimegy a távőzatgyás újra, beülök a bujikba, hogy nem tudja vinni, mert benne van a táskája, és nehogy elvigye a tűz. Narancs. Táskámat. Polgárőr, a táskámat ki kell szedni. Hát a táska benne van a Tibinek a táskája, meg a gatyáim benne van, meg anyukám kütke. Miklósnak a táskája, hát a cuccom, mindenem benne van. Akkor szerintem valaki addig üljön bele az autóba, azt utána szálljon ki. De akkor a túlsz ne, hogy... Az elkövető mit csinál itt benne? De Anti. A táskád azért... Táskámat nem adják vissza, Antti. Hát akkor mi lesz? Uram, nem tudom. Menjen, vegye ki a táskáját, de ahogy megpróbál elindulni, szét lesz darálva. Hát hogy vegyem ki, Antti, a táskámat, ha nem indulhatok el? Hát de nem úgy értve a kocsival, uram. A kocsival nem menjen el a kocsival. Ne, biztos úr, ott van. Jó. Na most lehet, kivehetni. Mehetek? Igen. Gyász magadra! Szia, Antti! Menjél sehova! Hozod a táskádat! Megvan? Igen, köszönöm szépen! Szívesen! Itt van minden, Antti! De maga menjen! Ön kimehet! Én menjek? Szia, Antti! Szia, Antti! De menjél le! Szia, Antti! De most itt hagyd! Antti, mi? Mi van? Na, jó uram! Álljon már meg. Te jó napot! Jó napot. Oda tessék, már menni a skodához. Jó menjek. Jó napot. Majd utána jövök. Én vagyok a Tudás. Velem, uram. Persze. Vidékit összeszedtünk, de jó. Tudás Miklós vagyok. Tiszakarádról. Jó. Majd kihallgatják, uram, menjen oda. Hova? Uram, álljunk félre. Tessék? Autó mögé biztonságos szint helyzet. Lovak mögé? Milyen lovak mögé, uram? Ide. Cs. Jó. Rendben, mindjárt itt lesz a túlszárgyaló és kihallgatja magát, öröm, jó? Jó van. Valami hasznos információt tud mondani az elkövetőről, uram? Te engem bevittek, hogy fessek ki. Kifesteni. Mondtam, hogy tudok festeni, bementem hátra, aztán nem tudom, aztán rám kiabált, hogy van nála fegyver, de aztán jött a testvéremet is hívtam festeni, mind a ketten tudunk, de te átvertek minket. Értem. Hát nagyon átverték nőket. Tehát maga bement, hogy fesse ki, ügyesen igen. Boltot. Igen. Értem, uram. És hol kérte meg önt az úriember, hogy menjen festeni? Te ott leszálltam a metróról. Uh-huh. Nem tudom, ott valahol. Uh-huh. Aztán vártam Antit, Tudás Antit Tiszakarádról. Uh-huh. Aztán... Aztán vele találkoztam, nem? Aztán az övé az a BMW, nem? Te igen. Hát meg most mondtam el neki, hogy menjen az önkormányzathoz, őt kereste. Az önkormányzatot. Te nem tudom. Az a testvére? Igen. Öcsém, a Tudás Antti. Értem. Na jó, hát mindjárt kijönnek az úriemberek. És
kezdjük a kihallgatást, hogy bármilyen információt mondunk. Nevet véletlenül nem hallott, uram. De nem. Szia, Rota Gibla! Rendszámot esetleg az autón? De nem is néztem, hát festeni jöttem. Nem láttam rendszámot, nem. Jó van. Nem. Nem, értem, akkor nem. Szia, kisbatya! Anti! Anti, jó vagy? Elkezdem átutatni. Jó vagy, Anti? Jön, uram, jön. Mindjárt megkapja a testvérét, jó? Meg kérem álljon a fal felé. Jó van. Ebben? Ne haragudjon, ez ilyen eljárását kell ellenőrizem a zsebeit, meg a lábát. Taperoljon. Jó van, aztán megyek itt a felsője alatt. Semmi. Nézem itt a zsebét. Találok benne irattálcát. Rendben. Némi étel. Másik zsebében. Anti! Ez... Meg fogják találni a Windows 98-as telepítő CD-t. Mi, uram? Ezt maga informatikus? Nem, a Anti rendszer gazda. Anti, mi vagy te? Szoftverüzemeltető az Anti. Azt mondta nekem, hogy illegális Windows 98-akat árul. De nem tudom pontosan. Tehát akkor ez... Most akkor jelen pillanatban ismerte, hogy ez egy illegális Windows. Nem, ez nem illegális. Mi magánál ilyen CD kulcs? Anti, megtalálták Need for Speed. Need for Speed. Na, az a legjobb. Lövöldözünk benne mindig. Jó, még egy picit félrébb, nem. Az úr az túl tiszta. Szóval Windows 98 CD kulcs. Ezt mondja, uram, hogy ezzel foglalkozik az úriember, hogy illegális Windows-okat telepít? Anti. Tibi. Mondja meg biztos úr, hogy Tibi. Anti. Ne, apa volt Tibi. De Antikám. Antikám Miklós, én vagyok a Miklós. A Dudás Miklós vagyok. Anti. Tibor vagy, hát hihetetlen. Apu volt Tibi. Megváltozta az úton? Nem Tibi vagyok, baszd. Mehetünk akkor? Faszik, miért vagyok Tudás? Igen. A faszért találtam el. Hol telepít maga ilyen Windows-okat, uram? Ahol kell, most már megyek az önkormányzathoz, a Freck-kel beszéltem. És honnan szerezte magát? Hogy a faszomba vagyok, Tibor? Berlinből hoztam ilyen. Tudja, lomtalanítás volt, és egy céget felszámoltak, és akkor onnan hoztam a... Szóval magának engedélye még nincs jelen pillanat. Milyen engedélye, CD legyen otthon nekem? Nem, uram, tehát most honnan tudjuk, hogy valami vírus retardált a csinálat. Érti? CD vírus, azért maga nem szoftverüzemeltető, ugye? Egyáltalán. Te Anti, nagy baj van. Micsoda? Elhoztam a pusza még a csomó. Eszemben vagyok jelen pillanat ebben a szituációban. Bár... Beszélj már azért hogy menni maga az önkormányzathoz, hogy ezzel kapcsolatban beszéljen a Frank úr. Anti... Csoda. Buzdolj! Anti, elhoztam a fusa... Elhoztam apunak a személyigazolványát, Anti! Nem tudom, Anti, össze foghattam anyuéval! Látszagas valamelyet? De anyuét állandóan! Találtam az úriemben egy Windows 94. Nem tudom, Anti. Nem tudom. De hogy mi lesz, Anti?
Úgy kell élnem, mint apu. Ne így áll az én. Fú. Apu, tudod, hogy egyszer elhívott téged? Tudom, Antti, tudom, úgy vásároltak vissza. El kellett szegődnöd. Jársz karajenőre. A tájnak mellé. Ne is mondd, Antti, nagyon rossz volt. Gyertél, mint a intrabakterázó. Igen? Úgy volt. Sikerült megbeszélni itt a kollégával, a szakmai tudásunk. Úgy volt. Mit beszélgettek? Úgy volt. Van minden óra, mint... Hogy? Te Need for Speed-et szeretik a biztos urak. Legjobb volt az ember. Adjál, Antti. Igen. Adjál neki cracket. Mit? Hát a... Cracket. Mert már nincsen, tudja, Need for Speed. Nincs fent a stemen. Antti öcsém szoftver üzemelteti őket, igen. Ha. És tud csinálni cracket. Csak nem árulom, és akkor nem bűncselek, mint tudja. Ja, nem, ezt ajándék batta. Otthon. Need for Speed eshetik, uram. Akkor ez hogy van? Letöltöm és ezt ráinstalálom? Vagy ez egyben megvan itt minden? Egyben megvan minden. Csak fel kell telepíteni. Értem. Rendben, hát uraim. Átnézzük itt a dolgokat, nagyon szépen köszönjük. Úgy nézzük maguk, abszolút rendben vannak. Mit néztek át? Hát itt a törvénykönyvet az úriemberről, hogy... De hogy abszolút legális. Apu személyigazolványa van nála, az jó. Mondjuk kiköpött apu. Igen. Apu személyigazolványát hoztam el. Én vagyok most a Tibor. Dudás Tibor. Tiszakaládról. Nem maga mutatkozott be nekem úgy, mint Tibor, uram? Én most már nagyon szövegek zavarva. Nem tudom, hogy történt. Hogy mi? Uraim. Szóval, hogy jön, mutassa meg a személyigazolványát. Hogy mi van magánál, nézzük, jegyezzem azt le. Jelentem, mutasd, Antti. Dudás Antal. Én THV-val. Melyik fele? THV-val. Hát a Dudás. A Dudás melyik lenne? Én vagyok az Antti. És a tudja biztos, hogy mi volt a nevem a LAN klubba? Antti. Hát Kerió. Az az igazság, hogy azonnal tudtam azonosulni. Én voltam az Antti cheat. Értem. Mi volt a Antti? Mi volt a Antti? Antti cheat. Az mi? Csalás ellenes voltam, tudod? De tényleg, mint te, hogy apu személyével élsz, akarsz? Büszke vagyok rád, Antti, mindig meg tudsz lepni. Ez a fiú a család az büszkesége. Az biztos. Felvonulás, valami. Taxis felvonulás. Csak akkor öcsémmel mi lesz, hogy apu személye van nála, az nem baj? Vissza kéne hát menni ezért mondtam, hogy jöjjön, mutassa már fel. Jön. Gyere ide, te. Antti nem vagyok. Nem Antti, nem. Te mi? Maga, így van. Én. Igen, megkérem, mutassa fel a személyt. Te kiveszem már. Nyugodtan, rakja le azt a táskát, hogyha nehéz, eláll a kar. Táskámat nem nézik meg, nem. Nem, csak a Dudás Tibor. Rá van írva Flipus. Te azt megértett is a karádon. Végük lesz. Hol volt ez a Tibor? Dudás Tibor. Rendben, Tibor. Hát én visszaadom magának. Ez maga személye. Apué. Tehát apu 98-ban született? Erről nem szeretek beszélni. Ez nem jó. Rendben, de hát a képet látom, de a személyén ez maga. Miért akar maga apu? Apu, ugyanígy nézett ki az apu.
Aha. Apu maga te. Utolérte? Utolérte? Így jön gyorsan. Te, apu. Sok volt a munka? Te. Egyszer Tibit elitták apámék. Tartozásban Jászkarajenőn volt. Vagy Tiszakarajenőn voltál? Tiszakarajenőn. Tehát gyakott voltam. És hogy került vissza? Visszavásárolta. Anti. Coffee-diszt vettem fel rá. Csak egy kicsi hiányzott. Ha... Azután már nem fogsz, hogy még egyszer lisznek. De hát már nem. Már nem. Anti nem lenne velem ilyet. Nem is sok, nem dohányzok. Nem csajozok se, semmi. Csak Need for Speed ezek. Na, telepítgetem a gépekemet. Ez de nekem már négyszer, hogy kell akkor ezt végül is telepíteni? Feltelepíted. És utána a hoodlum mappából a Kratzk exit, azt átnevezed Need for Speedre, és beleúzod a programfiles per Need for Speed mappába. Akkor felírod az exit a indító fájlra. És utána van egy ilyen, hogy kell igen, arra rákattingatsz, ott megnyomod, hogy igen, ott kiad egy ilyen számsort, és elindítod a Need for Speedet, és azt a számsort kell beírni. De nem mondd meg, Antti, nem mondd meg, ő is meg tudja akkor csinálni, érted? Ja, én nem foglalkozok ezzel, én csak az akarok menni, kicsit toljam, érted? Ne várj, el kell menni. A Need for Speed-en. Jó játék. Jó, az uraim. Hát nagyon szépen köszönöm, tehát én... Adjon is. Más játéka még nincs, uram? Nincsen. Lehet még meg is venni. Tényleg? Hát én nagyon... Majd talán majd a kabrom. Hogy mi? Az nagyon jó, kabron. Nagyon jó az a kabron. Az éjszakás utcai versenyzős autós. De abban van a... Ni. One me cranky, one me yo, soulja boy. Aha, ez az. Aha. Értem. Abszolút. Most már tudom melyik játék. Az már megvan. Nincs valami lövöldözős játék? Nincsen. Hát a kabron. Valamit, hogyha... Világháló. Butterfight, meg a... A Butterfight is jó, Butterfight-tal mennyit játszottunk. Nagyon sokat, a Butterfight jó. Na, az milyen búcs, szerencsé. Na, szerezd meg nekem azt. Megszerzed a gémet. Crazy. Fizetek. Érted? Jó. Jó? Nem érdekel honnan. Anti, nagyon nehéz a táskán, menjünk. Jó, tegyük. Mehetünk el, biztos úr. Abszolút, jaj. Köszönöm szépen az együttműködés, jó? Isten. Ó, szerencsét, sok ludat, hízót, ezret. Tojás is fontos, Anti. Nem tölted össze, ugye a tojást? Nem. Anya küldött olyan tojást, Anti, te megkóstolod. Fú. Hú, de jó lesz, man. Rotagibla, köszönöm itt, szépen itt a szubodat. Mondjuk defektes volt, tegyük, meg tegyük be a táskát, Anti. Szacsikló, köszi a követést. Te, Anti, nyisd ki. Nyitom. Na, tudod, nehezen találnom már. Tudom. Te még mindig a Panzerkampfwagennel járkálsz, Anti. Ez van, ez az autóm van. De hasít, mert voltam a szerelőnél, lecseréltettem bele a motort, azért, hogy hívják ott olajat, nézd, hogy megy. Nagyon megy. Láttam YouTube-on, hogy motul 1853 óta. Nézd, a csávót nézd megfogták. Már, festő gyerek, mondtam én neki. Jutott mondtam messzire. Neki, jön a Anti festeni, mert mondom, Anti is tud festeni, tudod, bele akartalak vinni a jóba, tudod. Tudom. Azt mondod, akkor mit kéne dolgozni? Dehogy véletlen, nem. Mit, hogy? De nem tudom, Anti, menjünk meg a rendőrségre, Anti. Mit tetszett, akarsz? Tetszett nekem ez. Tetszett? Tetszett nekem. Olyan volt, mint is akarádom a... Mint amikor polgárőrök voltunk a falunapon, pont olyan volt. Mint Tisza-karádon a... Itt menjél, balra. Merre? Egyenesen, Anti. De tudod, hogy nem tudok kanyarodni balra. Csak jobbra. Várja, Anti, akkor majd megyek én, Anti. Jó, cseréljünk, mert nekem ez így most sok. Gyere.
Tessék, Anti. Nagyon jó vagy azért. Szia, Niki. Jogsit nincsen, ugye? De Tibor. Itt. Jobbra. De. De egy teljes Anti. Csú. Én eddig tudtam egyébként, csak most olyan érzés, mint ha elfelejtettem volna. Várjon, azt mondta a rendőr úr, hogy oda ne parkoljak, csak ide. De jó van ez így, Anti. Gyere, Anti. Anti, jól nézek ki? Igen, úgy nézel ki, mintha parkőr lennél, meg életmentő egybe. Na gyere, Anti, megmondjuk nekik. Munkát keresünk. Igen. És szeretnénk üzék lenni. Rendőrök. Jó, rendőrök akarunk lenni, aha. Rendőrök. Majd mondjuk, hogy Tiszakarádon ez rendvédelmibe jártunk. TS-be voltunk, az csak számít, Anti. Jó napot kívánok! Jó napot! Nincs itt senki. Lehet, hogy itt jó napot kívánok, jó napot kívánok. Anti. Igen. Anti. Talak, Tibi. Te ott számítógép van. Biztos, hogy telepítsd fel nekik, mondd meg, hogy szoftverfejlesztő üzemeltető vagy, és akkor majd azt mondják, hogy biztos, hogy kell nekik software üzemeltető itt. Tuti, hogy üzemeltessem a rendőrséget. Te igen. Ezek és folyik a tartnyom az előző röhögés óta. Te, Anti, én majd... Te... Az jó. Jó, ez még azért majd gondolt ki, mikor jön itt a rendőrkapitány. Ha szerencsénk van, akkor fehér az is. Mert láttam, itt fekete embereket képzeld el. Feketék voltak. Mint a szén. Te... Külföldiek. Itt vannak külföldiek. Azért készüljél fel rájuk. Te addig várom, Anti, lássam őket. Mindjárt jövök. Hú. Egyik másik úgy néz ki, mint a horrorfilmben voltak volna. Dante, menjünk a tő. Jön, Anti. Anti, te jobb képű vagy, Anti. Fú, nem bírom ezt. Dobd be magad, Anti. Jó napot! Jó napot kívánok! Napot! Dudás Tibor vagyok, Tiszakarádról. Anti, állj fel, Anti. Bocsánat, csak meglátok egy nőt zavarba, jövök. Belehatunk a szolgálatokra. Jó napot kívánok! Anti, mondjad, Anti! Találkoztunk a kollégáikkal, aztán megtetszett nekünk ez a... Tiszakarádon jártunk a rendvédelmibe. TS-be voltunk. TS-be néha éjjeli őrként. És hát... mit. Hogy lehet, hogy jelentkeznénk. Neked érdekli a rendőri munka? Te nagyon. Én szoftverüzemeltető vagyok. Én meg APC eladó. Hát kedves uraknak is azt tudom ajánlani, mint a többi jelentkezőnek, hogy a webes felületen a Discord applikáción kitöltik a jelentkezési űrlapot, aha, amit egy 2-3 napon belül átnézünk. Meghallgatnak minket. Hogy kitöltsük-e, hogy... Hát ez fordítva szólt lenni, hogy kitöltik, és utána, hogyha a kitöltés megfelelő, utána hallgatjuk meg önöket. De Anti, te törzs le.
De azt mondta, Anu azt mondta, hogy mindig szóba intézzük, hogy ne interneten írogassak, azt mondta a múltkor is, mikor odajött az a csávon. Azt mondta, amikor a tisztelet, tisztelettről beszélt. 2 perc türelmeteket kérem, itt van 2 óra. Mikor beírtad a tiszteletes Facebookjára, hogy kapja be az Istennek a lábúját. Szép jó napokat! Van felvétel önöknél? Itt. Épp az uraknak is azt ecsetelem, hogy a webes felületen, a Discord applikáción kitöltik a jelentkezési űrlapot, majd azt egy felvételítettő kolléga elbírálja. Nézd, milyen fej van olyan, mint van. Megfelelőek az űrlapok, akkor behívjuk önöket a szóval megfakadtásra is. Nem lehet beszélgetgetni? Nagyon tud írni. Először is a webes felület a kötelező eljárás, minden egyes kolléga úgy kerül. Hogy írjak, ha nem tudok beszélni, alig beszélnek. Hozzátartozója, aki nincsen. Tud. Szöktem országomból, elfogadó parancs ellenem. De ez országban nincs kiadatás, ha-ha! Ha miért nem mondja, hogy nincs kiadatás, Elnézést kérek, azt mondta, hogy más országban van ellene elfogadó parancs? Jó, egyébként remélem tudja, hogy amit az Interpol és az Unió kiadott 2011-es paragrafusának alulírt ABC szakaszának a 349. paragrafusának célulírott pontja alulírja, hogy amennyiben mi találunk elő bármiféle bizonyítékot, de gyakorlatilag bármit rá valhatunk. Nincs bizonyíték, Juki, itt jól viselkedik, nem adni bizonyíték. Akkor, hogyha én oda megyek a számítógéphez és lekérdezem a akkor amennyiben az Interpol-tól és az Uniótól lekérek egy állat, sőt inkább egy világelfogató parancson, és meglátom magát, akkor nem tudja, hogy sok mindent tett magára valami. Csak tesztelgetlek téged. De nagyon képbe vagy, nagyon ügyes munka. Te vagy itt a főnök? Nem, gyere, Anti, menjünk, gyere. Ez tényleg nem mi kaliberünk? De. Nem tudom. TS-be, Anti. Bevettek volna traktorosnak. Egy napot nem bírtak volna. Gyere. Tibi, most érted, hogyha apunak a személyét hoztad el? De nem tudom, Anti. Lehet apunak vissza kéne vinnem, Anti. Mi van, ha apu bajba kerül? Nem tudom, de szerintem a kocsmában nem kérik tőle. Van itt jó kocsma, Anti. Tudom, megérted, én nem szeretem az alkoholt, mert arra emlékeztet, mikor elhívott, tudod, téged. Én elhívott téged. Az szüleink. De hogy érted azt meg, Anti? De hát vártam a napot, hogy engem is elhívjanak. De és mire költötték a pénzt, Anti? Itt arra. Csak itt arra? Csak itt arra. Menj. Kórházba, Anti. Mentősök leszünk. Most mondom. Vezetnénk a mentőautót, nem? De én igen. Jó, nézzük meg, hogy jó nyomnánk-e. Úgy, ahogy a rendőrségen állj meg ugyanúgy, mondták az a jó, Anti. Úgy kell. Ja, ide a vonalakra azt mondták ott is, hogy sárga az autó, sárga vonal, ide való pont. Gyere, Anti. Iszok egy üdítőt, mert kiszáradtam. Munkát keresgettek ti is? Külföldi. Jó napot nem kívánok, doktor úr. Szép jó napokat kívánok. Jó napot, Dudás Tibor vagyok, Tisakarádzsó. Dudás. Dudás Antal, Tisakarádzsó. Anti vagyok, szoftverüzemeltető, főorvos, nagyságos úr. Én ABC eladó. Kájés vagyok, uram.
Szerintem keresgessünk másik orvost. Ez süket? Főorvos úr! Anti vagyok, Tiszakarádzsról. Főorvos úr, Anti szép vagyok. Szép napokat kívánogatok! Tiszakarádzsról. Ez nem hall. Tibor süket? Vagyok. Ti vagyok, beszédet nem értem. Főorvos úr, engem hallgasson meg először a stetoszkóppal. Doktor úr. Doktor úr. Lehet, Anti. Lehet az állatorvos. Hát azért nem ért minket, csak az lehet. Állatokat érti. Igen. Lehet ugatgatni kéne neki megérteni. Hát, keresgetek másik orvos. Doktor úr. Itt van. Lehet a külföldi zavarta csak. Lehet. Doktor úr. Főorvos úr, nagyságos kendő úr. Lehet, hogy az ilyen orvos lehet rosszul szólítsuk meg, tudod? Hogy lehet, hogy magasságos, tiszteletű főorvos úr. Sebész úr. Vagy belgyógyász doktor úr. Tiszteletem, elnézése, oda kívánok. Az lesz az Anti, te mindig tudod. Te belgyógyász főorvos úr. Tiszteletem, miben segíthette? Te a Dudás Tibor vagyok, Tiszakarádró. Dudás Antal. Dudás Antal. Bátya vagyok, szintén Tiszakarádró. Én Kielbert vagyok, én már most megtanultam mondani, hogy jöttem. Kielbert, doktor Kielbert. Szép ünnepöket kívánogatok! Dolgozni. A mentőautót vezetni. Én is azért vagyok itt, most küldtek el rendőrség, azt mondták, nem tud írni, jöjjek máshova. Itt meg hát vérnyomást mértük a TSZ-be. Meg hát a testvérem, én. Tibor, inszeminált is. Kupert, én voltam a kupert. Egyszer eladták, vagyis hát elitták a szüleink, és ő ottan volt egy cukorbeteg nő, és annak a cukrát nézte a kamrába, hogy mennyi sok van. Kegyetlen az a karakter! Értem. Megpróbálnánk, hogy doktor úr tudja segíteni, életet menteni. Hát figyeljenek, hát itt nagy komoly lapokat kell kitölteni. De nem probléma, nem, Anti, segítesz majd, nem? Azért önállóan érdemes. CD-n van a Windows-on, van rajta az önéletrajzom. Akkor add már oda a doktor úrnak, odaadom, vigyázz, odaadom az önéletrajzunkat, itt van doktor úr. Igen. 98-as CD-n. Keresek valami régi gépet. Tessék. Ezzel meg tudja nézni. Rendben. Meg keresek valami régi gépet. Én olyan akarok lenni, mint az a füves ember, mert tudja, én ismerem a gyógyfüveseket, hogy tetej, meg a papsajt, hogy fitymas szűkület, jó a papsajt, ugye? Jó, tudom, doktor úr, mert az öcseimet, a Tibort lavorba ütették gyerekkorában, papsajtos vízből, hogy igen. Fityájának a tapadása az megszűnt. Úgy volt. Megszűnt, már nem tapad. Nem tapad, tudtak valamit. Én ilyen orvosláson nem hallottam még, megmondom az őszintén. Az alternatív tiszakarádi javas embereknek a tudását, azt tudjuk. Én voltam a Tiszakarádon a bába néha. Értem. Én tudok meg a bábú, mert nem tudtam, hogy mi a helyzet. Hát igen, Anti nem tudta. Én voltam a főbába, Anti meg a mellékbába. De néha tátba ültettem őket, ott ment minden. Igen. Aztán laborba. De volt, hogy ő medencébe volt. Papsajtos medencébe, meg kamillateát is főztünk meg. Citromot kellett a talpunkra tenni, mikor meg voltunk fázva. Az a helyzet, elmentem rendőrség, próbálni jelentkezni, azt mondták nem tudni írni, így nem vennek föl. Nem tud írni. Ez itt problémákat jelent, nem tudni írni? Beszélni is alig beszél. Én meg nehezen olvasok. Na, hát akkor ki fogjuk egészíteni egymást, jó kukmák leszünk. Nem ez is. Gondolgatsz róla. Orvoslás azért. Én persze. Mi értünk. Egyféle orvosláshoz értek, be is mutatnám mihez? Neked. Mihez? Az előbb voltam rendőrség, feküdt egy mentős, egy rendőrnő. Mondtam neki, prémem adatol a marcodhoz egyből felriadsz. És felkelt, föltámasztottam. Tiszta sírjus. Tudd meg ezt a melprémet. Ez már nagyon tiszta sírjus. Anti, én mondom neked, ez nem ember, Anti.
Tisztítani? Láttam, nacionál geográfikon, ott volt. Ott azt tapasztalatot tisztítani? Persze szoktam, fogd meg nagyon finom prém. Ahhoz hozzá nem nyúrok, olyan, ne mint barány prém. Mások ezért fizetnek országukban. Fizetnének sem most nyúlni hozzá. 700 eurókat fizetnék nekem. De nagyon be fogok mosakodni. Be fogok mosakodni. Én tudod, hogy a mezőgazdasági iskolában jártunk. Nem tudni érni azt a problémát, hát jelent? Várja, visszavenni felső. Azt nagyon szépen megköszönöm. Doktort én is tudok. Személy szerint megijedtem ettől a pázsiktól. Doktor úr, a másik orvos. Ez más feriaszt? Doktor úr, nincsen engem szüksége. Engem is feriasztott a halálba. Tehát asszisztensekre. Itt dölöngélt eddig. Kumásra. Azt tőlem kérdezni. Bodultam. Mert én ezt már csináltam, így nézegettem. Egymáson gyakoroltunk, doktor úr. Igen. Tiszakarádon én voltam a bába, Anti meg a mellék bába. Igen. Már tudja most nekem nézni a pulzust? Te meg. Meg, persze. Ide teszem. Műszer van önnél? De nincsen, nem kell. Profi vagyunk. Ide teszem a nyakára, ide benyomom. Kavon. Hát a nyakán is a ütőerőt megtapintom, és ott dobog. És akkor elszámolok 10-ig. A csuklóját, ott nyomom csak a csuklóját, azt ott nézem meg, és azt mondja. Duplán biztos. Magas a vérnyomás, Anti, a doktor úrnak. Itt még magasabb, mert feljebb vagyok. Fel kell érni neki, Anti. Igen. Teát. Anti, írok fel magamnak. Anti tea? Pistácia teát. Pistácia tea? Meg ezt a fűteát, a citromfű teát, attól megnyugszik este. Citromfű, jó. Jó, rendben. Elteszem a cetlit a darabba, zsebembe, letetétem. Vezetni. Igen. Vigyem önöket egy körre? Megnézzük, hogy egy van egy kis... Anti meg én, megyünk egy kört. Segítünk valakinek, és akkor bizonyítsuk, hogy rátermettek. Behozzuk majd, aztán elmondja, hogy megmentettük az életét. Igen. Akkor így meglátja, hogy rátermettek, érdemesek vagyunk, hogy... Eljött egy eset, uraim. Jött? Azonnal indulni kell, Anti. Önnünk kell. Akkor doktor úr, mehetünk magába, csak meglássa, hogy csinálj. Nézem, hogy hol van. A telefonnál most mondta. Értem, hát... Ilyenek megnézik akkor. Jó. Anti, dobd be magad. Erre szaladjál. Milyen gyógyszereket érdemes? Az utolsóra. Ott van, ez is a táska, ami édetet ment. Tentőautó. Nyomás. Ha beszeretnél nyomni a gombot, Anti, kapcsol, a szirénát? Kapcsold be, Anti, kapcsold be. Nyomd meg a gombot, nyomd meg. Megnyomom. De vagány. Nagyon ügyes. Anti. Jobb, mint a Sanyibár. Ez Tisza karádon elmondjuk. Antika, közben magad. Ja, be vagy, jó. Sose fogják elhinni, Anti. Mentőautóba ültünk, nem voltunk betegek.
emlékszel, amikor mumszos voltál? Te, Antti, sose fogom elfelejteni, de rossz volt. Még jó, hogy meggyógyítottál. Tudod, hogy az a tüzével, a kenőcsel, amit a lábgombámra írt fel a doki, azt megetted és meggyógyultál. Emlékszem, Antti, emlékszem. Mindig tudtad a gyógymódot. Kenére kented a lábkenőcsöt. Itt lesz jobbra, doki. Ott. Igen, csak óvatosan közelítjük meg a helyszínt. Jó, van. Miért? Veszélyes. Lövöldözés. Kettő van. Tiszta a terep? Aha, tiszta. Tere, Antti, ellátjuk a sérültet. Kis kezit csókolom. Látom, hogy ki van juggatva az gyorsan a pulzusát. Béla, te a pulzus az eléggé stabil. Elég stabil, de elég gyenge. Tedd stabil oldal fekvésbe, Antti. Stabil oldal fekvésbe. Jó. De... Stabil oldal fekvésbe rakjuk. Antti... Adom a légúgy, ki? Nézzük, hogy már jó a légúgy. Van, de nem írt fontos szerepet. Van kimeneti nyílás is. Ki kéne törölni. Egy aloeverás. Be kell törni, Antti. Forever Living-es sprayt rá kéne. Gyertek, elhagyjuk a helyszínt, jó? Hagyjuk a helyszínt. Veszélyes. Nagyon élveztem, Antti. Nagyon jó volt. Mindjárt jövünk, mert itt van Logan is, jövök vissza. Tudtam mindenit, hogy fiat Logan. Csók. Antika, be szeretnéd nyomni a szirénát megint? Csók. Nyomja. Nyomja. Csók. Siessünk. Anti, Anti. Integessé mindenkinek, Anti. Sziasztok, Kádegár, hogy ezt apuék nem látják. Ezt is akarádom, ezt elmondjuk, Anti. Hát nagyon. Hogy díszpolgáros stacium. Igen. Hát ezt mentettünk. Tibor, hát hiszed te ezt? Most jöttél a városba, leszálltál a buszról, festettél egy boltot. Micsoda kalandok. De... ez a nagyváros, Antti. Nő mellett ülsz. De tudod... Zavarba vagyok, Antti. Antti, ne csináld ezt velem. Tisz a karádat? Kis közkösség? Igen, község. Szagyva Tibor volt a szomszédunk, akinek sikerült kitörnie. A szintetizátor király, tudom. Vállalt lakodalmakat is. Te nagyon nagy ember lett a Tibi bácsi. Ha Mari hozzám jött volna, bár mondjuk sose mondtam neki, meg nem is ismert, de... hozzám jött volna, őt hívom el a lakodalomra, a Tibit. De nekem... Zagyva Tibit. Nem az öcsémet csókolom. Tibit. Csókolom. De... szerintem lakodalmam lesz nekem is. Főnök úr, elnézést, hogy ezt mondod, hogy ki kell jönni a Gold Rose Street-re nagyon gyorsan. Mi történt ott? Esett van? Menjünk ki operálhatni? Azt azért nem kéne. Igen. Megyek, segítek, adjon meg nagyon stresszesnek tűnik. Megoperálok mindenki. Nekem nem tetszik, Antti. Ezt a vérre ott a csába. Ott van, akár a barátjaival együtt, mind a hármójukat kifizetem. Apu jut eszembe, Antti. De én nem vagyok nekik minden barátai. Mikor megnőtte? Nem mondtam el. Nem ismergetem őket. Őt láttam egyszer. Tényt adtak rossz títem. Szeredő műhely, mit kitakarít. Majd is. Egyszer elmondom, Antti. Nem mondtam. Vége van már? Jó. Épp jó napot, urak. Jó. Urak, hozzád beszélj szerintem. Nem értem, Antti. Uraim, egy ilyen 10-15 perc múlva visszajövök. Egy tisztaság lesz minden, de... a jó pénzt fogok fizetni, jó? Kívánok. Azt mondják, takarítgasson. Takarítgassanak a szegények, hát mi vagyok én. Annunk a mama takarított mindig, mert ő házgattán pedig jött. TS-be se takarítottam, itt se fogok. Férfiak dolgoznak. Azok helyzetek vannak itt városban, kicsit ellehetetlenítve érzik magát. Voltam rendőrség? Igen. Maga volt rendőrség? Egy egész rendőrség volt maga? Igen, én voltam rendőrség. Azt mondták, nem alkalmaz. Nem tudni írni, olvasni.
Értem, azt mondták kell munka. Azt mondták, beta, nem alkalmaz. Alfa beta. Hasbeszélő ez a ember, Otti. Nem vagyok hasbeszélő, mozogszám, nem lát. Szerintem a szőre beszél. Lehet a szőre. Viszont... Nagyon. Azok helyzetek vannak, beszéltem kormányfő, vagy hogy hívják. Hogy hívják, persze. Hogy mondják felétek kormányfő? De polgármester. Polgármester. Polgármester úrra beszélgettem. Teljes igazgató. Így is van. Vele beszélgettem, azt mondta, csináljak vállalkozást. Kérdezte, miben vagyok? Jó, mondtam. Igazából vezetgető nagyon. De mit taperolod Anti kocsiját? Mi te? Tibi, üssél rá egyet, Tibi. Te. Te. Mit taperolod Anti kocsiját? Te. Tibi. Te bevadulok! Mit taperolod Anti kocsiját? Tibi, ne hagyd már, Tibi! Te! Ne verd meg, Tibi! Te! Balhéza! Nem visz jóra balhé! Te! Te ne taperold Anti kocsiját! Tibi! Te hozzád beszélek, te! Te állj meg! Állj meg, te! Tibi! Tibi. Te Anti, te tudsz. De nem már Tibi. Azt kérdezgeti, miért álljon meg neked? Na, figyelj. Állj már meg. Kapd el Anti, kapd el. Gáncsold ki Andi. Anti, táncsold el. Tuk ki a lábát, Anti! Hagyjuk ezt a csávot! Tapd el, Anti! Tapd el, Anti! Gyere, Tibi! Zállj már meg! Gyere már! Te csak azt akartam megkérdezni, hogy elviszel! Te mit taperold Anti kocsiját? Hagyd Antit! Hagyd Antit! Hagyd Antit! Nem verekedj! Állj le! Nem jó dolog verekedni! Álljatok le! Nem megoldás erőszak! Meg úgy szétváglak! Anti! Anti! Tibi, de hagyd már! Anti! Tibi! És miért verekedni mindenkivel? Megtámadok tesó, mondta meg! Antit, miért bántottad Antit? És néma? Szerintem ebben ne szólj bele! Da! Hagyd a Antit! Nem szeretem erőszak, fejezd be, mert rád verek. Ennyit a barátodról, itt is hagyod, fejezd be, itt vagyunk ketten, nem akarunk összeverni. Anti! Fejezd be! Anti, jó vagy? De mi ütött a csávó? Tibi, ne hagyd már! Te megverted Antit! Fejezzétek be egymás csápolását! Ülj már le! Nem vezet megoldáshoz erőszak! Anti, jó vagy! Tibi! Tehát már! Gyere, Anti! Jó napokat, ezek itt verekedgetnek! Tapta! Egymás püfélgeti! Anti, jó vagy Anti! Megverte Antit! Anti, nézd rám, Anti. Megütötte ezt az ujját. Leesett a szemüvegem, alig gyere, látok. Gyere, keressük meg, Anti, gyere. Megütögetni fejét. Nem látok. Gyere. Ez többért lenni merre szemem. Menjen. Gyere, erre köves, Anti. Hangodat kövessem. Sárga ruhában volt. Gyere, Anti, erre. Gyere, Anti. Anti. Nem tudok más mondani, félmessze nem volt. Anti. Jó vagy, Anti. De nem. De otthon megígértem, tirázok rád. Na, merre menjünk? Menjünk. De alig látok. Ja, erre, Anti, erre. Ott a szemüveg, gyere, itt van. De. Tessék, Anti, itt van, vedd fel. Nagyon meg fognak most minket cipézni. De nem. Menjünk innen, nem vezet semmi jóra verekedés. Na, végre. De Anti, ezek itt nem barát... nem tanácságosak, Anti. Csodák.
emberek itt a városba. Csacsú... Ott tartottam beszélgetni, kormányfő. Kérdezni, mi erősség? Mondtam, mi nagyon csoda. Jól vezet. Csoda. Kaptam telefonszám. Én beszélgetni vele. Kaptam telefonszám, azt mondták, van valami... Szerettek vezetgetni? Nagyon tudunk. Rendítsen, kaptam telefonszám. Azt mondogatták nekem, próbálkozz meg taxi. Mondom, mi taxi? Azt mondja, sárga autó. Taxi. Taxi. Azt szerettem azt a filmet, a taxit. Azt mondogatni nekem, menjünk taxi. Add meg a számot. Keressetek engem is, oda megyünk együtt, mint jó munkaerő. Menjünk. Mi számotok? 12:30. Nyomom telefont. Mit pöttyög, mi számot? Te Dudás Tibor. Előbb... 9... Számot? Számot mondogass. 9:48 kötőjel 4-es 1-1-9. Dudás Tibor. Ez kinek telefonszám? Dudás Tibor. Megcsörgetlek. Tiszakarát. Tegnap elmentettem. Ez ennyi Dudás Tibi? Tiszakarád. Írd oda, Tiszakarádi. Tiszakarádi Dudás Tibi. Hubertus, köszi a követést, jó szórakozást! Öcsém, írd oda, hogy öcsém. Tibor, öcsém. Úgy írtelek, Dudás Tibi Tiszakarád. Tudni fog? Jó, igen. Próbálgattam hívni telefonszám. Tibor, hosszú évvel írta, Tibor. Igen? Tudsz ingyen SMS-t küldeni, mert 1500... Visszahívod, küldezgetsz nekem, visszahívogatlak. Antti, én is már az SOS feltörtést kértem, még jó, hogy megmutattad nekem régen, hogy kell. Igen, mondtam, hogy telefonál. Mi a másik telefonszámok, mit kell írni telefonba? Ezt írja csak. Az a helyzet, hogy nagyon nehéz lenni városba így. Nagyon nem akarni munkát adni nekem. De kik ezek az BMW-sek, Antti? Nem tudom, kik ezek. Az meg az ajtószennabút. De menjünk, vagy hívnak téged, külföldi. Hívd csak Yukinek, barátoknak Yuki vagyok. Tudom, Szőrös Juk, látod? Nagyon Szőrös Juk. Szőrös Juk, Tibor. Szőrös Juk. Szerintem vele az anyáik sok jobban kicsesztek, mint amikor téged elittak. Lehet, amikor engem elittak. Ittak. Hogy érteni elittak? Hogy érteni elinni téged? Itt vagy előttem, nem ivott el senki. Engem elittak régen anyámék. Hogy kell ezt értelmezni? Anti mondd, de nekem, mert nehéz még mindig erről beszélni. Elcserélték italba. Hogy cserélnek el embert italt? Gyerek volt még a Tibor, és egyszer anyámék hazajöttek. Felkeltették a Tibort, meg engemet is. Sose felejtem el, Antti. A kőpapírra olóztunk, és én a papírt mutattam, ő meg a követ, és akkor mondták, hogy na Tibor, öltözzél, mert te vesztettél, mész, jársz Krajenőre, tehenésznek, kondásnak vagy. Úgy érezgetem, nagyon hasonlóak vagyunk. Engem inkubátorban. Anyám ráírni papírt, Szetli. Sok szerencsét magunknak. Hol voltam? Jászkara Jenőn, igen. Emlékszem már. Csak a Providentet kellett felvenni, hogy vissza tudjuk vásárolni. Azóta gyűlik a tartozás. Na jó, megpróbálni felhívni taxis figurát. Te hívjad, próbáld meg. Anti. Tamin. Kicsörök, fiú! Sétálgatni vissza! Lehet, hogy...
Ne zavarj össze, nagyon nem szeret beszélgetni körülöttem, miközben telefonál. Taxis. Épp jó napokat kívánok. Ja, olyan Peugeot szeretnék, amilyen volt a taxisnak is. Ja, nagyon hallgatnám a te emlékszel, mikor a Anti, mikor a Tiszti klubba a videókazettán hozta Zoli, ja, Zoli a taxit, azt néztük, ámultunk, hogy milyen menő a csávó. Olyan gyorsan ment, levitte a tiszédről a ruhát, felborított a trafi taxiboxot. Lehet, hogy még a szapja, még lehet, hogy állat volt, az annyira szőrös a jó. Nem Tibi. Hogy lehet, hogy még a szapja, még állat volt, szerinted? Te lehet, Anti. Kicsit hasonlít a jóságra. Pörzsölés előtt, tudod? Ja, lehet, hogy meg kéne pörzsölni. Te pörzsöljük meg. De én nem tudom, Régen építőipari cégem volt. Én szállítgatni emberek reggel dolgozóba. Te Anti, de nem... De összebarátkozunk, elmondom, hova valósul vagyok. Ez egy nagyon szomorú... Mondd, Tibi, mondd. De nem becsülik, hogy a TS-ben voltunk. Olyan, mintha nem értékelnék, pedig az egy komoly hely a TS. De azt hittem, hogy az életem útpontja a TS. Látod, hogy máma üt melletted, az egy jó csaj. Tú, Anti, ő lesz, most mondom, nézd rám, Anti. Most mondom neked, ő lesz feleségem, ő lesz, Anti. Ő lesz a... Elviszem, Anti. Te teherbe ejted? Te nem tudom, hát egyből, Anti. Ne, hát előtte vidd el. Elviszem. Etesd meg, azt mondta. Jóságoknak be fogom mutatni. Ha jóságokat elfogadja, akkor engem is. Ja, jó ötlet. De... Jó, menjünk, Anti, menjünk, mert nem maradunk a munkáról. Nem lenne jó, a csávó meg hol áll, nézett már meg. Hát oda át nézd meg, a szerencsét lenni. De hát Balkánon, ott náluk a Balkánon, tudod, ott nincsen ilyen. Nincsen autó, ott még szekérdel járnak, nem? Mint Tiszakarádon. Nagyon jó hírem van. Micsoda? Mondad. Most fog idejönni taxi főnök, minek mondják? Hova? Kicsoda? Ide mondtam neki, polgármester. Nem! Polgármestertől kaptam ezt a szám. A polgármester... Értette, mit mondol neki? Igen? Erre lett az nem eső. Nem adott segélyt. Kéregettem minket tőle. Nem érdekel az eső, Anti. Nem érdekel az eső. Úgyhogy érkezik ide taxifőnök. Elolvadt. Minek hívják? Sárga autófőnök? Elolvadt, Anti, vagy mi van? Megpuhultál a városba? Azt mondogatta nekem, 5 perc is nem tudom, most tiszta vízre szorulám. Elkezdek köhögni. Jön be, fog tippelj, befagod. Tippelj, nyugodtan. Hát meg olyan lesz már, mint a százat. Kíváncsi vagyok, kire tippelsz. Bohó Rabi. Taxi. Tibi. Mercedes-szel jött a Mercedes-szel jött itt. Te olyan, mint a TV-be volt. TV-be. De Anti, az van tévéd otthon? Van tévéd? Van, aha. De színes? Színes tévé? Színes. De nem mondom, színes tévé. Na, olyan lapos, mint egy kép. Miért lapos, Anti? Nem tudom, nincs meg a háta. De működik? Ja. Működik. Annyi csatorna van rajta. Szia, Nupi! Jaj, a kitartás, Nupi, veled vagyunk.
Na, ezt már visszafele jön. Most ígyatok aludta egy szádba. De az nem baj. Lud, szeretjük a ludat nálunk. Igen. Az a helyzet, mondtam úrnak kiadtad. Anti, ő sem barátságos velem, Anti. Nem tudom mi baj van. Külföldi érted, nem barátság. Olyan a feje, mint a mennyét. Ezért nem szeretjük Tiszakarádon, mikor bejöttek a városiak. Emlékszel? A, meg a turisták. Turisták jöttek nagyon. Nagy látványosság volt a... Faluzi turizmus. Azok helyzetek vannak, én mondtam, saját autóval akar csinálni taxi. Az okos vagy, biztos is. Igen, igen kopasz. Benzintemető, de nagyon szeret Wunderbaum illat. Majd csak bízzátok rám, majd én lezsírozom bele. Te Anti, te hogy fogok? Hogy taxizunk, nem ismerjük a várost. Hát majd a GPS benne van szerintem. De nem értek hozzá, Anti. De az utas majd ért hozzá. Hát jó van. Gyere érkezni ide, sárga koma. Anti. Én nem tudok jobbra menni. Nem érzem a kocsi jobb oldalát, Anti. Hát te én meg balra nem szeretek kanyarodni igazából. Te meg szerinted megengedik, Anti, hogy egy kocsival menjünk? De hogy ki tudnám meg? Jó van. Igazad van megint, Anti. Most felveszlek, mintha utas lennél, érted? De jó van. Majd csináljuk. Be kell mennem szépre, Pettorom. Nagyon szívesen megvédesz titeket. Anti, miért akar megenni minket? Mondtam, megmér bennünket. Megmér? Lehet, hogy Szabó. Vagy vágósúlyba lennék, Anti, nézz rám? Szerintem nem vagyok. Jó, vagy kicsit felszettél, de nem gondolsz. De jó lenne, nem? Férfias, Anti. Azt mondták itt, hogy maszkulin vagy. De mindig mindig az akartam lenni. Mint a Schwarzenegger, olyan vagy. De hova tűnt, Anti? Itt vagyok. Egy oldalon állunk. Bárgari ház kötözködött. Neki ugott... Anti. Ott a feleségem, nem Anti. Nem mit mondtam, ne verekedj. Nem mit mondjak neki. Hogy vannak uraim? Kérd meg a kezét. Most itt kérjem meg a kezét mindenki előtt. Előtte hívd el Randira. Jó van. Mondjad neki, hogy... Mit? Hogy... Nem tudom, hallod? Nem tudom. Nagyon fáj. Mondd neki, hogy szép, hosszú haja. Jó. Igen? Tehát itt csókolom. Csak bele fújni nóziba, megnézzük, áramlik a levegő. Mindjárt egy pillanat, csak beteget látok el. Jó. Anti, nem megy. Nem tudok megszólni. Jó. Mint a fiúnak mondanád, úgy mond neki. Megnézzük? Bemenjünk egy terembe? Meg akarom mutatni. Te ne rányom. De bejöhet velünk egy kollega, és akkor mind a kettőnk olyan biztonságban van. Doktor, nő. Igen? Vigyázzon, mert nagyon szőrös. Csoda. Szeretni fogja szedelem pázsitól. Jó, nagyon szőrös. Te a fiatalban Márkosnáról beszélnek? Ne, az egész teste nagyon szőrös. Hát ez egy teljesen normális dolog. Anti, mondd meg neki, beszélni akarok. Nem tudom neki megmondani. Doktornő, testvérem az öcsém. Igen? Akar önnel váltani néhány szót, de... Hogy... Barátben. De... Jó. Azt mondta, jó. Tényleg? Úristen, Anti. Jó, kollega segíteni, akkor ellátni itt a fiatal ember oldalán valamelyik költök, Csabi. Felhívogatom ezen világítós téglát. Anti, te tudsz csinálni. Tudok. Itt a taxis úr. Ott áll, ő a taxinek az igazgató. Szép jó napokat kívánkatok! Miért kezdtem az állomásra? Csak, igen, a balra fordulj, balra. Megmondom, hogy
Miból? A feleségem. Kicsit balra. Atya, a városba jöttél. Nem tud élni, basszus, egyikkel se tud. Jó. Amelyikbe fogom a telefont, vagy a másik telefon? Antti, majd akkor. Na, jó. Itt állok. Szép jó napokat kívánok. Tiszteletem! Mindjárt tudunk váltani néhány szót, csak... Dobaszt a koromba kettőt! Tudunk beszélni? Be kell kitőzni! Persze, most is beszélünk! El kell vinnem doktornőt szobára! Itt vagy a... Hát, nem tudja a doktornő, hogy jön el neki, de a Gilbert az lehet, hogy benne van. Gilbert nem szeretni szerelem pázsit. Találkozna velem, hogy Tudás Tibor vagy ott is a karádró. Nem, de mondom, hogy vannak jóságaim. Nagyon-nagyon sok. Mondogattam neki, tűr bele! Hagyom, közelebb Tibor! Nagyon közelebb! Old Spice illatomban! Igen? Tanon tetszik nekem. Gilbert valamit adjon már az oldalra ennek a szerencsétlennek. Tanon? Szeretne enni? Tiszta bazilika kilincs, hát így nem viszem el interjúra. Magácska nekem. Tudás Tibornak. Igen, és? Lehetünk bebekötni óromat? Randizni szeretnék tagával. Rendben, szerintem csak elég visszaroppant. Szízni? Itt a taxis úr. Randizni. Randizni. Én nem visszaroppantam a taxis úr, de hogy itt munkát ajánl éppen. Igen, pénzem is. Fogom az orracskáját. Ja, hogy ön jött a taxis úrhoz? Nagyon faj, mikor megfogom. Igen. Nagyon piros. Tibor, meg a Dudás Antal. Pillanatra nagyon rossz lesz, utána jó lesz, jó? Atti vagyok. Jó. Csokkolom. És akkor miben segítsek az úrnak? Rendítsek be! Kettő, visszateszem a helyre, három. Nem tudok beszélni. Nagyon fájdogált. Randizni akar magával a testvérem, öcsém, Tibor. Én mentős vagyok, nem taxis. De az nem baj az. Igen, de én nem taxizom. Vacsorázni szeretném elhívni magát. Randizni! Azt értettem, hogy taxizni menjek el! Segíts! Rendítsek be! Randizni! Akarod látni, mi fanszőröm van? Nagyon szívesen, egy másik időpontban! Nem most! Rendítsek be! Anti, kiismerhetetlennek kell maradnom! Köszöngetem! Elfoglaltnak! Nincs munkád, ezt nem mondd meg azért! Nem mondom, Rögtön az első alkalommal! Ha megadja a telefonszámát, akkor felhívom! Persze, mondhatom! Igen. Tibor, hallod? Ti ezt elmondom, ti se karádom! 7-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 7
Még mindig fennáll, csak mondom. 7-7-7, kötőjel 7-7-7. Szólni fogok? Esetre kell mennem sajnos, uram, de vigyázzam magára, nem sokára érkezem, jó? 7-7-7 kötőjel 7-7-7 kötője 7-7-7, ezt mondtam. Gyertek oda Sárga úrhoz! De mi? menjünk. Kínaihoz? Én nem dolgozok kínainak, Kínai, Sárga úrhoz gyerekeket dolgoznak. Menjünk, Antti, gyere, Antti. Na, a telefonszámomat hallottam, ezt kiadta meg. Miért te telefonszámomat? Én nekem? Hát most hallottam, 7-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 
azt mondta, hogy 7-7-7-7-7-7-7. 7-7-7 kötője 7-7-7 7-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 7
Én kössem fel a gatyát. Hol a sárga úr? Hol az állás? Rendítsél, csak valahogy meg kell hámoznod, mit mond neked. Te Anti, most akkor dolgozunk, vagy nem? Nem tudom még. Nem úgy tűnik. Dudás Tibor vagyok, Tisza Karádró. Dudás Antal testvérem, Tisza Karádró. Anti vagyok. Anti. Haverok Anti Juki. Tibor Antal. Tibor, hosszú éve, Tibor. Tisza Karád. Fontos, Tisza Karád is hosszú éve. Fontos, nem. Hogy lenne már a Tisza hosszú éve? Voltál még a Tiszánál? Nagy folyó, nagyon nagy, kettészeli az Alföldet. Ha. Mennek át rajta, meg még a vonat is át tud menni rajta. Kilenc lyukú. Én nem vagy földrajztanár. Igen. Hogy? És ilyen művelt emberként taxizni szeretne. De hát most szabad, én nem vagyok művelt. Mi nagyon műveltek vagyunk Antival. Olyan műveltek vagyunk, mint a TS-ben a Földet. Mondd meg Anti, mi a szakmád, Anti. Software üzemeltető. Hogy micsoda? Nem is érti. Software üzemeltető, oké. Lassabban, Anti, lassabban. Nem tudja mi az. Software üzemeltető, oké. Oké, software üzemeltető, értem. Igen. Nagyon éhes vagyok, hagyd nekem menni. Need for Speed Cracket is árulok. De igen, én meg ABC eladó vagyok. De főnök úr. Értem, akkor van számítógépe? Feltem még néhány kérdést. TS-be, tartulókat szereltünk sokat, sokszor. Meg Tisza Karádon bába voltam. Anti meg a bába segéd volt. Igen, és én feltelepítem a Windows 98-at. Tessék! Te Anti megint nekem adta. Barátaim vannak város. Elnézést erre rágyújtok. Figyelj már, Juki. Nem láttál itt, nem láttál sárgánkat valahol? Anti. Olyat bebasztam neki, csak ott hagytak össze magukat. Kínai boltba mentek. Összevertük sárga ruhások. Nagyon megvertük őket. Főleg én. Belekötöttek Tibiget. Csak a rádió csendet köz. Ja, hagyj rá rádió. Minden csendes, Anti. Innen szaladgáltak arra felé, futkarászok. Igen. Bebasszunk neki egyet-egyet fejeként. Nem láttátok, merre szaladtok el, vagy valami? A garázs felé. Kocsival elmenekültek. Mit fizetsz, Info? Adj nekem tüzes pálcát cserébe. Köszi Pinto 35-ös pitadát. Juki, egy tüzes pálcát. Te, végre de az már nincsen. Anti. Nincs nálam több ahol. Igen. Rendítses. Adok még. Rendítsen be. Bebasztunk nekik. Ezért dugja cigéját. Nem. Nem mondtál. Vigyázz magad. Jó napot kívánok, Anti vagyok. Én meg a... Szóval... Juki, Tibi, Antal, én Dimitri vagyok. Vagy hogyha az nagyon hosszú, akkor Dimitri. Tarjani, szerintem Tarjani. Igen. Csarságó Tarjani. Az a kérdésem, hogy a hármajok közül hányuknak van jogosítványa? Tehát nekünk van. Hogyne lenne. Még autóm is van, Dimitri. Van neki autója, Antinak. BMW-em. Nem akármi, német. Igaz. Nagyon német. Fontos kérdés. Nem is hoztam Berlinből. Ajaj. Érdeklődgettem itt városfőnök. Hogy hívják, mit mondtak? Ebbe neki? TS elnök. A TS elnök, ez a Frank. Igen, Frankkel beszélget. Frank. Mondtam neki, nagyon szeretni csinálni saját autóval. Fuvar. Azt mondta, oké, nincs akadály. Dimitri. Mi csinálnánk egy autóval is, érted? Igen. És akkor betanulnánk Ant is. Együtt. És akkor hárman egy autóba. Nem. Ketten Antival. Mert az én GPS-em német, hogy Strasse meg 20-20-ig, azt nem értem. Az egyik vezet a másik navigátor? Igen, nézem, nagyon budorodik a gyárt, nagyon lett pénisz lenni a gyárba. Köszi szépen, Pinto, túllépted a százast, köszi! Tibor apu jogosítványát hozta. És jó éjszakát! Apu jogosítványát hozta a Tibor. Nekem lenni fajos jogosítványát hozta. Hát inkább egy saját jogosítvány lenne, amit díjaznék. De nekem van. Beszélek németül, Anti meg vezet. Be tudom állítani azt a... Mi az Anti?
Navigációt. Navigációt. Ez a te bombád volt? Egy pillanat türelmet kérne. Nyugodtan gondolját, Dimitir. És van egy ilyen érzésem, hogyha Yukit elérem, akkor mind a hármukat elérem. Nem tudom. Ezt miért gondolod? Most találkozni. Hát mondta, hogy a legjobb szindulájára. Azt mondta Yuki. Nem azt mondtam, azt mondtam, együtt keresgetni munkákat több munkahelyen. És mindenhol ja, nem is ismerjük egymást, csak így a munkanélküli irodában. De most már ismerem, ott találkoztam. Barátai vagyok, most vittem meg őket, nyomtam be orrába kettőt. Sárgagatyás fasznak. Gyuki azt mondta a polgárőrségen, hogy nem nemzetközi elfogadó parancs van ellene. Csak hogy innen nem adják ki, azt igen, mondta. Igen, csak hogy nem tudnak vele. Igen, de egy jó útra térjük ki. Azt mondta, hogy a testvérét, a húgát eladta kecskéért. Igen, nagyon fincsi volt kecské. Te... Na, Yuki, szerintem inkább hagyjuk a múltadat. Nézzük így is előre. Van. Azt mondta, a jövője térek. Ugyanilyen. Nem mondogattam ezt most, miért mondod ezt intézd neked munkát? Jövője ugyanilyen. Lehet. Én láttam, itt láttam. Így folytatott, téged adlak el kecskéjét. Na hallod, Dimitir. Megint ezt nyomja. Idegbe vagyok. A helyzet idejön, felhív, megtudni telefonszám, felhív, segíteni neked, nyomogatnak neked állasokat. Nem megvédeni Dimitir a dohányzást, csak mondom. Te papát. Próbálni segíteni munkát találni. Papát is, igen. Mondjuk az ital, meg az a vonat, ami elé esett részegen. De sose ívott cigaretta nélkül. Részvétel. Volt, hogy új útra tér, Yuki. Cigarettát ívott. Yuki, jó lesz? Adj nekem egy szál tüzet cigi. Várja, benyúlok a csebám. Ez ugye volt, hogy cigarettát ívott? Igen. Tessék. Rendítsek be, szívogatni, nagyon finom illata van. Te emlékszel, amikor megivott egy egész... Várjál, adok neked tüzes párcát. Tessék, ezt kapni haveroktól, azt mondták, hát nagyon jó kedved lesz. Nem. Azt mondták, spanok, nagyon jó kedved lesz. Yuki ezt elszív. Mondtam, rendben? Szívogatom azóta. Tanti, most kapunk munkát. Hát jó, akkor rárobbantok, köszönjük. Nem tudom. Menjünk az hát jó, ki fogunk mi jönni. Mondjuk meg, hogy a TSZ-be szeretjük. Baszd meg, ebben mi van? Hogy az nagyon ízlet ez cigaretta. Látod, mindjárt mosolyogsz. Dimitir, ha akkor most mi lesz, hogy felveszel minket dolgozni? Persze, gyertek, figyelj. Találkozzunk az taxiállomáson. Adtatok pár papírt, jogosítványt, ha van, meg személyét. Taxisnak jelentkezünk, azt nem találunk. Rendítsek be! Ja, de... Én oda találtam, mi közelni? Te oda találsz, pattanj a tűz emellésen. Meg tudjátok, mit elviszlek taxiért? De itt a kocsi, Antinak. Itt a kocsi. Nem hagynám itt. Jövesd minket. Jürgen-től vettem ezt a BMW-t. Tibi, közd be magad. De... jó van. De... figyelj... nem... ha... de, mi van, ha balra kell menni gyorsan? Jobbra megy a csávó. Jó, de nagy szerencse. Remélem, hogy itt jobbra megyünk. Nagyon jó lenne. Ez jó, egyenes. Még jók vagyunk, Antti. Büntetőzzem. Te... volt az a ember a... túl... nem tudom. Azt tud. Hűha, várja. Dorsan, Antti. A hülye állat. Nézd meg, mit csinál? Te nem a Balkánon vagy, hallod? Mit csinálsz? Tűj, hülye. Bal. Ó, de szerencsénk volt.
ezt nem tudom bevenni. Gyorsan, Amti. Gyorsan cseréljük. De meg, megállt, Anti. Megállt. Indítsad rá. Anti. Indíts már rá. Anti. Na, cseréljünk, én értek hozzá. Te, ott van. Na, az. A gyújtás, nem? Kimarad, égés kimaradás. Várj, balra kell, balra. Ott van. Csúgy, nem tudok bemenni, Anti. Szóval cseréljünk. Mondtam, rendben? Adjak rá a kis inni valót? Na arra, ugye? Adj nekem is! Te, Anti, látta, profik vagyunk. Hát... Rendítsek be! De mert nem álltottuk le a motort. Nagyon köszönöm! Később meg is haszonlás. Te Anti. Rádióval a kocsiba, Anti. Hogy mondtad? Rádióval a kocsiba. Rádió, Anti. Rádió. Jött van. Van. Nem tudom, mit beszélget. GPS, csak német a dolgot hol. Na, jöjjenek uraim. Bundesrádió. Otthon is a bundás szó. Bezárom, Bömbi. Most ad azt a rádiót, tudod? Hogy konyhában van. Tudom. Honnan hoztad, Anti? Itt az iroda. Ez iroda? Mint a TSZ-be. Igen, ez az irodám. Még egy kicsit kezdetleges. Így volt a Sanyi bácsi, és így tartotta az igazolást. Nagyon szimpatikus hely. Köszönöm. Érdeklődgetek, mi menete van, hogy taxisok legyünk. Már ide jöttünk. Te, Juki, hallod? Te érted, amit mond neked a csávó? Te nem tudom. Nem mindig. Aha. Hát most az érdekel, hogy mi kell a felvételihez. Igen? Nem, mikor lehet kezdeni? Minket az nem, érdekel. Mennénk nagyon dolgozni. Már, amit anu adott pénzt, ezt elkötöttük már. Hát, srácok, akkor csináljunk egy ilyet. Fú, bazdmeg, nem hiszem, hogy ezt fogom mondani. Na. Mindenkitől szeretnék kérni egy személyt és jogosítványt. Csó, Anti. A legjobb triót választottad város. Anti. Hát azt gondoltam. Mondjuk azt, hogy otthon van. Mondjuk, hogy otthon van, mert... Tessék? Ott hagytunk. Hát adni személyt. Hello, uraim, miről van szó? Várjál már, jól. Itt van, mutatom, jó? Én mutatom. Aha. Tessék, Anti vagyok, Dudás Antal. Tiszakarád. Szevasz, Anti. Adjad csak a személyedet. Ja, adtam, nem adtam. Hát, nem látom. Most megmutatom a személyemet. Remélem beleegyezel, hogy készítsek róla egy képet. Te, rólam? Hát nem rólad, személyről? Hanem az irataidról. Hát, Anti vagyok. Na, lerakom ide a kizsírozott vágódeszkára. Személyigazolványt csinálok róla egy képet a tabletemmel. Igen? Akkor ezt vissza is nyújtom. Köszi. És akkor még a jogosítványodat szeretném látni. Jó, mutatom azt is. Most megnéztem véletlen. Ez semmi baj, nem kell idegeskedni, csak nyújtsd el. Nézegessen nyugodtan. Tessék. Ha? Na, jogsit is ide rakom a vágódeszkára. Csinálok róla egy képen. Te nagyon dől ez a vágódeszka, Anti. Látod ezt a művelést. Nagymamámtól örököltem, ne piszkáns. Igazi vágod ezt a mama is én neked gyúrta a pogácsát, meg a papucsot. Juki, elkérhetem tőled is az irataid. Hogy lenne, de hogy van? Persze?
Dugasd vissza utána. Emlékszel, Antti, mikor összeverekedtünk, azt rendítsek, dobáltunk egymáshoz. Emlékszem rá, hogy mama milyen ideges voltam, mama, mert szaladtunk csak le a télken. Igen. Ne kapjon el minket. Tehát elestem a lépcsönet, hogy kalácsom. Dobáltuk egymást a szívába. Kiejtened nekem a teljes nevedet, légy szíves. Nagyon kevesen tud nevem. Hát, de így kíváncsi lennék, hogy milyen a helyes kiejtés a nevednek, ha már alkalmazlak. Nevem Irinyi Jukundus. Köszönöm. Szerintem ez a név, Dimitir. Szerintem akkor meg vagyunk. Lerakom ide. Meg vagyunk és mehetünk. És Istenem, de keresztbe szopatom magam. Csinálok róla egy képet. Keresztbe. Irinyi Jukundus. Hogy kell, mert azt a, az volt egy lány, aki tetszett nekem, de... Aj. Jogosítványodat is szeretném elkérni. Nem akartam megfogni. Ja, tessék itt a személyét. Itt nem mondhatni, miért nem? Tudom, azt mondta, hogy ezért vagyok undorító. Lerakom a jobbsit. Ha undorító van, azt mondta, azt... Csinálok róla egy gyors képet, vissza és nyújtom. Ja, azt mondta. Köszönöm. Itt nem papírokat írogatni. Rakásten, köszi a követést, jó szórakozást! Ezek fontosak. Tibi, szeretném elkérni a személyedet. Adom is, a 5 tasiba benyúlok. És a jogosítvány. Tudnék a személyedet fordítva. Igen. Tessék. Személy, klikk! Ezt adom is vissza, és akkor meg a jogosítványodat szeretném elkérni. Keresem a jogosítványommal, az van, hogy ma jöttem Tiszakarácsút, és a TS-be hagytam, mert lejárt, hosszabbításom van, de ahogy megjön, behozom, jó? De hosszabbításom van. Jó, nyugodjál meg, nem kell stroke-ot kapni. Figyelj, az a helyzet, Tibi, hogy... Traktorra is van neki. Traktorra is van neki. Meg hát az a baj, hogy traktorra nem lehet taxizni. Van B-s... Ugyanolyan kormányban benne. Meg E-s, az Ill-el Tisakarádon csak úgy hívtak, hogy az Ill-vesző. Te Tibi, szerinted a rendőrök mit csinálnak velem, hogyha felveszek egy embert, akinél... Pont nem volt ott a jogosítvány. Zsíros kenyér, Antti, zsíros kenyeret akarok enni. De tudják a rendőrök, hogy hosszabbításom van. Hát a... Már voltunk bent. Voltunk már bent. Voltunk van erről valami papíron? Te persze, a Tisakarádon. Nincs benne a bőröntödben, nem hoztad el? Nem. Megnézem, Antti, nyisd ki a kocsit. Nem tudom, mire mész ezzel két emberrel. Kinyitod? Te ki? Figyelj már. Add neki oda, add. Még személy, de csak fordítva. Írjuk rá tolra, hogy... Gyorsan. B kategóriás. Adjál tollat. Tedd fel. Tedd fel, rakom. Rárakom a személy igazolványt. Nézd csak, hadd itt ráírom neked, hogy... Írd rá. B kategória. Az érvényesség 2023, 8.12. Jó. Na, menj az, mutasd meg a személyedet hátulról. Jó, oké. Nincsen? Megtalálta Antti. Antti megtalálta. Te Tibi, figyelj közben, megnézed az öftáskád, vagy nincs egy tollad? Kifagyott ez a szal. Van tollam, itt van, tessék. Na, köszönöm. Itt a Antti megtalálta. Itt van. Nézze meg, ott van B kategória, érvényesség 2023. Egy pillanat, ide lerakom magam mellé az asztalra, még megírom. 10. hó, igen. 22. Jó, ki ezeket átnéznéd, aláírnád, legyszi, hogyha megfelel. Persze! Mit kell írni? Kombájn, Antti, kombájnnal is mentünk. Mentünk kombányra. Hát a nevedet kellene megpróbálni, de az aljára. Emlékszel, mit kell mentünk. De mennék a kombányra megint. Na, felveszem a vágódeszkáról a kártyát. Te, Tibi. Mi a papír? Nem tud olvasni? Mondja, Dimitri úr. Tibi, te engem faszra akarsz venni, hát ez a személyén. Dehogy a személy igazolványom, ott van rajta B kategória 2023. Tibi, ne veszekodjál már vele.
Ott van. A személyigazolványom. De ott van. Hát ennyi? Rá van írva B kategória, hát akkor engem átvettek. Kisakarádom. Én írtam rá, ne csináld meg, csak tudom te, mit írtam rá. Az okmányirodában dolgozol, Antti? Antti, és ott vett üzemeltető, hát ott is volt. Én, de, te üzemeltetod a jogsi szoftvereket, én nem értem de, én segítetek nekem. Antti, nincs más, adjál neki CD kulcsot. Adjál neki CD kulcsot, Antti. Mihez a ROM Total Warhoz? Srácok, ne vicceljetek már, nekem kell. Nincs, fizetj le, Antti, le van fizetve. Ilyen nincsen, csak... De itt forgatom a kezembe, nézgetem, ez mi a faszom, Antti? Nincs forspad, megvan. Nincs forspad. Krekkelve van. Van nagyon régen ott lövődöztünk. Hudlum, krekkezve van. Az jelentsen is bármit. Van benne a keggen is. Vedd már fel az öcsémet. Nagyon fura nyelveket használnak. Meg az izé a én nem csalás. Tudom, miről beszélsz, én ez buta vagyok. Skidrow Hudlum. Anti ez a... Skidrow Hudlum meg Razor 1911. Az. Nagyon tudja, Dimitri is tudja. Dimitri is tudja, volt ő is fiatal. A Dimitri is szoftver üzemeltető. Tudja át az OK-ra? Van benne egy tömörített file, mert én kitaláltam azt. Tudod, Dimitri, hogy csináltam egy ilyen szoftvert, hogy fincipzár, és a Windows-t betömörítettem. Hogy kettőt CD-t rakott egybe, képzeld el. Nem, mai napig nem mondja meg, hogy ragasztóba? Nem tudom, elképzelni nem tudom. Nem, a licenszét a Winrat bezizippeltem. Írtam egy ilyen extra fight. Figyelj Tibi, tudok neked ajánlani valamit. Te beülsz az Anti mellé, és te leszel neki a navigátora, tudod, mint a rallyban. GPS-nek felveszed, az a Tibit. De nagyon durva. Ő lesz a hivatalos GPS néző. Tudod, hogy ő az öcsém, Tibi. Aha. Hát attól meg ugyanúgy nincsen jogsia, baszod. Tibi, van annak oka, hogy nincsen jogosítvány? Véletlenül nem vették el? Jó lesz itt. Elfogadjuk főnök úr. Jó lesz. Ahogy otthon hagyta a Tibi a jogosítványát, hogy ne jelentsen a jogszágoknak, hogy... Apu használja most. Hogy ami? Na jó, figyelj! Tibi! Tudsz egy olyat csinálni, hogy... Feketén megcsinálom. De nagyobb lesznek problémák, mint velem. De figyelj, Tibi, van egy ötletem. Azt mondták a TS-ben, Dimitri azt mondták a TS-ben mindig, nincs esze, legyen gépesze. Not esze. Na, várj egy pillanatot, Tibi, intézek egy hívást. Dizz. Intézkedik. Kit. Jó, a Mercedes-be akarok ülni, érted? Egy jó Mercedes taxiba. Abba fogsz, fő tudjuk. Szava Darius, figyelj, van neked egy kulcsa, aki jogsit akar lerakni. Akkor legyen az Anti, hogy úgy csinálunk majd, mintha én hívnám a taxit. Jó. Hát miért? És akkor mintha csak gazdag lennél. Hát bazdmeg, mit mástál dolgozom. És akkor jövök ki a Mercedes-szel. Hát attól miért megazdok a számodat volna? Tekintetes uram, teljes elnök uram, jó lesz így? Igen, Anti, azt lefotózzuk azt a Mercedes-t, elküldjük Tiszakarádra azt is. Hogy aztán hát egy nagyon neki. Lelkes úriember, aki éppen munkát keresne, csak véletlenül Tiszakarádon felejtette a jogosítványát. Apu használja a jogosítványomat. Hát, hogy gyorsan hagyd az apu. Nem fogsz tudni vele foglalkozni, bazd meg. Hát ti intézitek a jogosítványokat, ne szórakozzál ma. Mi a bajod a Tiszakarádiakkal? Figyelj, ez biztos városi. Biztos városi ez a csávó. Fű, bazd meg. Kimegyünk Tiszakarádra taxival egyszer. Csalódtam benned. Azért, na. Hát jó van, de azt hozhatnánk, hogy sofőr hozott. Akkor mindegy. Fú, Anti. Ja. Na. Úgy lesz. Na jó van. De figyelj, már tudsz valakinek adni a számat, aki ezt el tudná nekem intézni. Egyszer meg te. Jó. Azt akkor... Hát jogsi nélkül hogyan küldjem le, bazd meg, gyalog, hogy vegyek neki egy biciklit.
Leviszem őket, de hol kell vivegetni? De nem kell, Dimitri, én leszek a térkép. Én a térkép. Csak a TV-ben, de már itt átalakul közben az ember térképi, amíg nem adsz másik számot. De, annak jó, jó lesz az Dimitri. Ó, lesz, ő figyel, figyel a testvére. Nem tudsz számot adni. Nézd már, lyukast. Jó van. Nagyon le van szűrve a csávó, én nem jó, is... Jól van, kösz szépen, hello. Entem. Rég voltál már tiszakarádon, képzeld el. Na. A rózsaszín, a csörözsö, tudod, a borozó. Tudod. Buszállomáson. Ott van egy ilyen ember. Képzeld el. Köszönj, jól, jól. Ugyanilyen? Hát majdnem. Igen. Csak melós. De Anti kész a munkaszerződésen. Köszönöm, szépen. Persze, hol írjam alá? Az alján, ahol a nevedet mondja, van egy kis vonalka a fölé kellene. Jó. Anti, nézd, mindig ezt mondták nekünk, szerződés, mindig át kell nézni. Hát de ő tudja, szoftverfejlesztő. Én szoftverüzemeltető vagyok, OK és. Nem csak ABC eladó. OK és? Dehogy is. Most mire várdogálunk? Szakmát végeztem. Mi az, hogy mire várdogálunk? Higgadjál meg. Három év volt. Nyugodt vagy? Itt aláírom akkor, tessék. Itt írom alá? Piroska portjában. Nem ott, hát az a dátum, a kis vonalka felett, ahol nem lett mondja. Jó, az a dátum, jó, és akkor aláírom, odaadom. Igen. De ne nyomtatott nagybetűkkel, hanem a fixkacokat tudom, mint az orvosok. Dudás Antal TH-val. Tessék, itt van. Köszönöm, abban az meg lehetettem. Janti. Taxis leszek. Én is, nem? De GPS leszel. De taxis GPS. Igen. Taxis GPS leszek, Dimitri úr. Taxis GPS leszel, az biztos. Jó, az. Akkor nekem is alá kell írnom? Hát neked egyelőre még nem, veled elmegyek valahova, mit szólsz? Jó, ezt nem akarja, Dimitri úr. Ó, dehogy nem. Anti, gyere velem, Anti. Dimitri úr, mert maga ilyen jó ember, azért adok estére, jó? Egy valamit, jó Dimitri úr, de ne mondja el senkinek ezt, tehát jó? Aha. De nem utogassa. Úristen, hát ez egy relikvia. Jézusom. Mit adtál neki, Anti? Videókazettát. Tudod, a kedvencét. Találdi felvételt? Ugye hát remélem, hogy nem bele, akkor visszaadom. DSS-t adtad, nem? De emlékszem, mikor felvetted azért a sziklát. Fogyott rólad a mosolyt, Tibi. Juki, gratulálok. Hallgatgatlak. Tessék, itt vannak a kulcsok. Dimitri, Anti. Városon belül 50, városon kívül egy 100-as. Anti. Rendítsek? Anti. Hogy kell kezelni Anti. Órákat, mi számolja Anti. Pénzt? Mi a fasz? Kifagyott? Bazd meg! Pénzt azt te számolod, nem órák. Nyugodjál meg. Dimitri. Nem kell taxi órával foglalkoznod. Anti. Várj egy pillanat. Anti. Csinek taxi órák? Anti. Hogy számlázok a nélkül? Anti! Megkúpol engem kék ruhás. Anti! Dicsek be! Anti! Anti!
Anti! Anti! Anti! Anti! Anti! Anti! Anti! Anti, hova tűntél? Gyere, itt vagyok, Anti. Kelj már fel! Anti. Nem vesz komolyan, mit írt, kelj segíts, fel! Anti. Gyere már, kelj már fel! Gyere már, hallod? Tibi! Anti, segíts felállni, Anti! Gyere már! Te emlékszel, mikor leestünk a fáron, Anti? Igen. Ez most nagyon magas volt, ugyanúgy. De mi megmásztál fel, gyere? Bekerestelek, Anti! Itt vagyok. Elfordultam, Anti, visszafordultam, azt nem voltál ott. De csak arrébb mentem, belehugyoztam ott a bogorba. Gyere már! Tudom, mit láncsolgatják ki egymást. Dimitri úr! Dimitri úr! Igen. Azt találtam ki, hogy én leszek a taxi óra is. Hát ez csodálatos. Jelenleg úgy árazunk, hogy városon belül 50, városon kívül 100 euró. Tökéletesen működök. Igen, ez már ilyen csodak, hogy tökéletes taxióra lesz. Városon kívül, már városba is. Na látja. Mennyi városon belül akkor Tibi? 90 km per óra. 96. Hogy mondjam, Dimitri úr? Mi volt a kérdés? Te, Juki, nincsen még egy olyan mosolygós cigin. Az helyzet, elszívogattuk összes tízes pálca. Hogy mi van a városon belül? Adni kéne nekik, hát a megzápul agya. Dimitri, házakra. Városon belül házak, meg városi emberek. Na jó, figyelj ide. Figyelj, Anti. Tessék, itt van egy kulcs, a legdurvább gépállathoz, amink van, úgy hívják, hogy Toyota Yaris. Neki ne adj neki Mercedes-eket. Japán, azok kis emberek ülnek benne? Nem, egy kis ember se ül benne, úgyhogy nyugodtan a szájában nem fognak bántani a kis emberek. Hol? Sehol se. Anti, a szemüveged, Anti, látsz? Nem. Megy, van valahol. És Anti meg is van az első küldetésen. Tessék, Antikám. Köszi, most már látom. Ölvenni sisaklámpát. Na, akkor hol az autó, Dimitri úr? Hol az autó, hogy gyertek, srácok? Csúj, Anti. Itt az autóm. Anti, taxi, gyere, Anti, gyere. Jövök, csak megbotlottam, persze. Nézd már. Tudod, hogy kacska a lábam kicsit. Nem baj, Anti, nem baj. Jó lesz. Apu ráhajtott a kombánya. Igen. Itt tudjátok az autókat. Nincs nyitva ajtó. Bezárogattad, add ide kulcs hozzá. Nincs nyitva, ajjaj. Hát, látod? Nézd, Tibi! Aki nem zárgat. Túl, Anti! Elemes kocsi! Te figyelj, Anti! Igen, hát feltöltjük. Tegyél meg egy szívességet nekem. Tegyél már az ablakot, bazd meg. Mit mond? Haló, ki az? Anti! Menjünk, Anti! Dolgozzunk, mutassuk meg a Dimitrinek, hogy már készen állunk, menjünk. Anti, bazzeg, tekerd már le azt a kurva ablakot. Gyerünk, Anti. Nem hallani téged. A Dimitri büszke lesz rá. Anti. Igen? Melyikkel tekerem le? Anti, először is. Megint nem fog hallogatni. Anti, add meg a telefonszámodat. Add már meg a telefonszámomat neki. Húha. Veszélyes vizekre elvesztünk. Van a telefonszámom, Dimitri úr. Telefonban van. 495 kötőjel 7 7 5 7. Nem 5 darab 7, hanem 5 7. Dimitri. Antal, TH-val.
Anti lettél, azt is TH-val írjam? Anti. Anti, te, anti. Anti, anti, test, anti, anti, test vagyok. Az ajtó, de teker már le azt a kurva ablakot. Letekerem, anti, letekerem én. Túl az elektromos ablak emelet, hogy tudják használni. Éj, de na. Megvan, sikerült? Anti, a Tibit. A Tibit el kell vinned a Midnight-hoz. Tudod, hogy hol van a Midnight iskola? Az na várjál, benyúlok is feletted, bocsánat. Honnan tudod, mi jött? Beütöm a GPS-be a Midnight Drift iskolát itt bent. Az... Igen, bocsánat, látom. Bocsánat, akartam hozzád simulni. Na, oda vidd el a Tibit, és le tudja rakni a jogosítványt, ami persze van neki, csak... Ezért szoknikám hozzád örgőjem főnököt szerelempászokhoz. Akkor mehetünk Dimitri úr, és hogyha útközben utas van, akkor... Azt is vigyem oda, mint nem tudom. Ne. Persze. Ja, mert megszólalt a rádió. Jó, úgy de. Aztán kopirált. Mertünk, Dimitri, hogy indul? Dimitri, elfogom veszteni a munkát. Úgy indul, mint a doktor, már megtudom várni. Tudod már meg. Lehet, hogy... Egyesben, Anti. Nincs rajta, csak ilyen tekerő. Te tekerd rajta egyet. Tekerd. Tolom. Nem megy más. Tekerd, akkor másik irányba, Anti. Hát tökre nem megy, Anti. Valakinél nincsen valami tömény. Te nyom már meg azt a piros gombot ott a kormány mellett jobbra. Várja, Anti! Hú. Megyegessünk főnök parancsára, Midnight. Nincsen hangja az autónak, hallod? Tehát nem hallod. Nem is megy a motor, Anti. Állj meg, hadd nézzem meg, hogy... Ó, beindult! Megszereltem, Anti. Nagyon jó nyomod pedálok. Tud, figyeld. Melyik pedált kell nyomni, hogy a motor menjen? Most csak vitorlázunk, vagy mi? Azt mondja, Echo Boost. Mit jelent ez? Green, izé? Azt jelenti, hogy a zene, Anti, a zene hangosabban szól. Úgy, várjál, teszek be zenét, jó? Tegyé. Miféle zenéket kedvelgettek? De hát a mulatóst. Figyeld, ezt a bejegyben nyomatom! Nagyon jó kis muzsikák szólnak szangba! De honnan van ez a CD, Anti? Én voltam a hang. De hogy ilyen gyors? De Anti, olyan mint a tiszakarádó. Te jó Isten, Anti! Úrcsi Isten. Mit csinálgatsz te? De nagyon jó vagy, Anti. Még mindig nagyon jó vezetsz. Mint a TS-be, amikor kivittük. Ne fogd ilyen görcsösen kormány. Jézus, Anti. Jó napokat kívánkatok! Itt Service Taxi! Komorú! Kapcsoljátok ki a zenét! Jön a fi! Nem hallak! Mi volt a techno? Már kiszállok! Tónaport. Nem, megállt autó. A Dudásti Bor vagyok, Tiszakarádró. Szép napot. Dimitri küldött. Ő a Dudás Antal. Öcsém a Tibor. Szép napot. Apja személyével jött. Rendi csebben. Tévedésből. Akkor megvárogatsz minket?
tettek az urakért, mondják. Nyugodtan. De a Dimitri úr küldött ide. Arra gondoltam, igen, ott maradhatsz, hogy tovább ne lopkodják össze. Jogsit akartok csinálni. Hát nekem van. Csak Tibinek is van, csak otthon. Igen, a tisakarádom van. Endicsek? De Dimitri nem hitte. És akkor téged kéne leoktatni és megiszni? Nem kell leoktatni, vagy csak adunk egy Windows 98 kulcsot, meg egy pornó filmet adunk, az jó. Csóriát nem mondok. Nem jó. Az a baj, hogy mindegyikben le kell vizsgáztatni egyszer az urast, hogy kiadhassuk a papírt neki. Már anélkül nem lehet sajnos. Odaadjuk a kedvencét, a Ferike barlagását, az az jó. Ne mondd, ezt nem tudod. De van, csináltam másolatot. Jó van, de biztosan ti. Drift tour, de most komolyan, tehát szeretne este jól aludni? Te megnézi a Ferike barlagását, hú, annyian bebarlagnak. Ott nem a Ferikébe, hanem a ezébe. Hogy igen. Hívják be? Valami angol nőbe bemászkálnak. Hát de nekem ilyet nem szabad nézni, meg van tiltva sajnos. Jó, nem szabad nézni barlangjárásokat. Csak akkor Need for Speed, Cracker, Skid Row, Razor 911. Az nem lehet sajnos. Anti, old meg Anti, gyerünk. Jó, van, hát Windows 98 licensze. Lehet jó lesz majd. Az jó lesz, de komolyan, tehát Windows 98-ot akkor megcsináljuk, és itt vagy. Adok egy eredeti Windows 98 licenszeit. Kájt. Hát várjál, az mondjuk így gyűjtői darab, nem? Persze, a Berlinbe hoztam egy izébe volt, hogy azé volt, kiárusítás, lomtalanítás, és onnan szedtem. Eredeti, pontatlan, 98 second edition. Nagyon ígéretes ajánlatok. Nagyon gondolkodok. Verbatívra. Töltéges ki papírokat, itt se vagyunk, hívogat főnök, menjünk vissza. Az a Pislárnak volt a számítógépében, nem? Az volt a kisernek volt a gépében. Pislár. Na. Drift úr. Windows 98 cél azért. Kap már egy Windows. Egy Cracker Network Speedet is, meg a Ferike barlagását. Ez nagy... Nem. Úgy nem lesz sok. Jó az a baj. Az nagyon sok már úgy... Jó, akkor csak a Windows. Hát... Figyelj, az a gond, hogy nekem el kell számolni vele, tehát nekem csekket kell... Jó van, akkor menjünk, csináljuk. Csináljuk meg a csekket, és akkor megírja a csekket. De az is jó. Ide csekket és... Ide kerül itt jogosítvány. Ahogy tisakarádon sok. Mindjárt mondom, egy pillanat. Tisakarádon most... Gyárlistád, mert nekem... Te mennyire tudunk fizetni? Lucernával, Anti, Lucernával. Azt kérdezem, hogy tápnak a Lucernával? Anti, nem voltál otthon. Lucerna olyat termet ma. Nem ma. Idén. Nagyon termet. Nagyon termet. Na, drift úr, akkor Lucerna. Nem. Az sajnos nem tudjuk beszámolni, az a baj. Miből kerül jogosítványok? Mondom is, figyeljetek, akkor van egy ilyen normál képzésünk, ez 3-4 napot vesz igénybe, igazából 15-15 perceket. Gyorsított kell. A gyorsított drift jogosítvány az ugye egy-két nap alatt van. De nem drift jogosítvány, sima jogosítvány, elbeszélgetni egymás mellett. Ja, aha. De taxis akar lenni. Taxis. Ja, hogy B-s jogsi kell, aha. Igen. Kérlek szépen, az 4.50, van egy elmélet és egy gyakorlat. Pedicsökben, kifizetem én neked, mert kunyarálni sok pénzt. Rendben. De Anti, nem vagyok jól. Nagyon nem vagyok jól. Elméletben. Tessék. Parancsolgás elméletben nem vagyok jól. Nem érzem jól magam, Anti. Szerintem szépen. Mi bajod van? Fizettem neked jogosítvány. Ő kormány megé. Tikkel a szemem, Anti. Nagyon szédülök. Na, egy chipset kérsz. Nem tudom. Hívjál nekem egy mentőt, Anti. Otthon is ez volt, nem volt otthon senki, rosszul lettem, képzeld el. Na, hívjak mentőt, tényleg. Hívjál nekem, Anti, hívjál. Addig megcsinálom a jogosítványt. Jól van, uram. Nagyon szívesen jogosítvány. Kövessen, és akkor
tudom milyen autók közül választod, le kell vezetni majd egy gyakorlati részt, rendben, ugye? Rendben. Ez mi időt vesz igény? Szerintem egy 5-10 perc alatt megvan az elméleti. Itt fog válni Tibi a mentő. Rendben van, Antimon, meg nekik mindenképp várjanak meg, mert nagyon rocsó vagyok. Nincs addig egy 10-es pálcád? De mi? 10-es pálc? Hossza, hossza, mentő. Mentő az autó, a mentő autót. Kérek egy 10-es pálcát. Pont van egy a zsebembe, tessék. Nagyon jó! Nagyon szép megcsinálhatjuk elettem. Legjobb? Kézműves. Tanti, nagyon jó szintem belegcsinálták. Na, na, azokat a dobozokat majd hozzuk el. Én addig ezt elszívom, elszállom. Jó lesz, igen. Beletessük a terményt. És a karádon. Beteszem az autónak a hátuljába. Meg a gumikat is, Anti, ott látod. Kérdessük majd meg, hogy kell. Beleültessük majd a muskát itt a kertbe. Bele, bele. Anyának elvitsük, Anti. Gyere, Anti, adok neked valami 10-es pálca. Mit adsz? Én nem tudom elmondani. Mi a neve az úrnak? Hova tűnt? Jó, itt vagyok. Nekem kell vezetnem. Először megmutatom a dolgot ügybe az anyósra. Rendben van. De ez nem kábítószer. Na, szóval... Akkor mutatom a kocsinak a dolgait igazából. Van jogosítványom, tisakarádom. Tudok vezetni. Jó, akkor néhány egyszerű elméleti kérdés először is. Rendben. Az autóval egy piros lámpához érkezik. Amerikai szabályok szerint van itt ugye a városban vezetésünk. Piros lámpához érkezik. Amerikai szabályok vannak itt. Igen, amerikai felszabályok vannak. Hogy? Mert ez van meghozva. Itt van a felszabályzatban. Itt a mentő. Gyorsan elvett. Jó. Magam. Itt várom ment a kocsikát. Tentben van. Gyere, Anti! Anti! Gyere, Anti! Mi történt, Anti? Az elszivatta velem a füved. Őt, úristen. Mi történt, uraim? Jó napot kívánok, én vagyok a beteg. Én vagyok a beteg, nagyon rossz. Hát szerintem akik a földön fekszenek, azok betegebbek, uram. Leteszem itt az esetet. De nem betegebbek. Na jó van, akkor addig csináljuk meg. De jó van. Na, akkor... Addig nem kell ahhoz beülnünk, nem? Akkor mondok három elméleti kérdést, gyorsba. Figyelj, van ez a ugye a fényjelző dolgunk, ami jelzi a mehetünk, közlekedési lámpa. Igen, a közlekedési lámpánk. Sorold fel, hogy mi a három szín, amikre figyelni kell ott. Hát a piros, a zöld, meg a sárga. És akkor ezek mit jelentenek? A piros mit jelent? A piros nem meg kell állni. A sárgánál készenlétbe kell lenni az indulásra, vagy a megállásra. A zöldnél meg indulunk. Igen. Tökéletes, uram. Gyorsan még itt nézek egyet a telefonomról, hogy azért biztosak legyünk. Van ez a kör alakú tárgya, fehér alapon, piros karika van rajta, igen. És van alatta egy ilyen másodlagos tábla, amire az van írva, hogy csak engedéllyel. Mit jelenthet ez a tábla pontosan? Azt jelenti, hogy valószínűleg az egy TS, és hogy csak akkor lehet behajtani, ha neked van oda menetleveled. Jó, tökélet. Annyit kérdeznék még, hogy akkor a város szabályzata szerint a belvárosba mennyivel szabad menni oda bent? Belvárosba 60-nal, 90-nel. Nem, illetve akkor az autópályán mennyivel szabad? Tárcs 30. Tökéletes, uram. Jó. Akkor üljünk be a járműbe először. Még a dokit megkérdezem, be tudják kötni. Doki. Igen? Jó napot, uram. Nem vettem be a vérnyomás csökkentőmet. Nagyon sérülök, meg izzadok. Nézek egy vérnyomást, jó? Üljön le, kérem. Hol Anti?
Igen, kicsit alacsony a vérnyomása. Azt mondom én is, Doki. Adok egy ilyen gyors instant gyógyszert, ez a nyelve alá tegye, hagyja, hogy ott feloldódjon, jó? Tendben van, tendben van. Ne nyelje le, mert az a nyálkahártyán átszívódik fel ez a gyógyszer, jó? Hagyja, gyorsan elolvadott csak. Ott van, ott van. De ezt véred neked egy tízes pálca, megütni engem. Köszönöm, doktor úr. Szívesen, uram. A gyógyszeremet, köszönöm szépen. Mi dolog ez, mit csinál testvéred? Nem tudom, mit, hol van a ti? Összecsukom az esettest, csináljuk a jogosítványt, dolgoznom kell már. Jó, 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 jó. Csináljuk, akkor üljön be a vezető ülésbe először is. Uram, ha jó veszem ki az akcentus... Szóval, mindig arra koncentráljon, hogy csatolja be magát, ugye? Mielőtt, mikor beült a kocsiba. Nem, indítsa be a járművet. Igen. Bölött magának négy pontot, és oda kell majd elmenni igazából. Mutatom is gyorsan. Először ehhez a publikus garázshoz. Oké. Emben. Itt jegyzetelem, hogy pont valamit, vagy ilyesmi, érti? Igen, értem. Valós kanyar. Ez nagyon szép. Rompon át lehet menni, mert az nem nyílik fel. Jó, tökéletes. Ügyeljünk a 9-es tempóra. Itt már nem kell, főútvonal tábla volt. Aha. Igen, igen, tényleg hittünk már ide. Jó, jöjjön. Jö. Jó, igen, megállunk rossz lámpánál. Meg is várjuk. Nem kötelező, általában a piros lámpa az, hogy megáll, és hogyha nem jön senki, akkor mehet tovább. Akkor majd szórok, hogy piros, hogy észrevettem. Jó? Jó. Figyelem én is. Tehát majd. Jó, akkor kanyarodjunk be ide jobbra. Fenn, és oda a két betonpillér közé parkoljon bele, légy szíves, hogy kocsival. Tisztán a TS-ben nagyon nagy sofőr voltam. Tökéletes. Mindig vittem. Illetesen fél méter van hátul, oldalt is kiférünk. Oké, jelölöm a következő pontot, egy pillanatot kérek. Kell a hátáshez, mert ráfér a kocsira egy javítás, és akkor addig is tanulna az úr. Nagyon szép az elsőbségadás kötelező táblák, megfigyelte, igen. Itt egy balos kanyar lesz majd. Igen, igen, látom. Életes. Itt is piros. Tényleg egy piros lámpa, igen. Szevasz, Laca! Egy jobbos kanyar, ugye? Nagyon szép. Nagyon szépen forgatja a kormányt, uram. Piros. Dicsérjem. Itt is egy piros. Piros. Tint úgy, igen. Mehetünk tovább. Most már kezdem elhinni, hogy van jogosítvány az úrnak amúgy. Mondtam, hogy van. Aha. Hát csak azért. Levizsgáztatjuk, hogy azért biztosak legyünk benne, tudja. Tiros. Nagyon tiros. Szép. Igen. Ajaj. Mindegy, menjél itt, és akkor itt be balra a sikátorna. Kókörbe. Záróvonal volt tényleg nevetek. Igen, itt, az itt, volt. Itt. Igen.
itt be lehet kanyarod, zsír. És akkor menjünk be belülre, és akkor megjavítjuk a kocsit, aztán megyünk tovább. Még a félbe. Szép. Jó, nem? Illetes. Hát dugál, rendben. Mindenhol hallani fogják, csatolja ki magát, nyugodtan ki lehet szállni. Jó napot kívánok, Dodás Tibor vagyok, Tiszakarkányról. Szerelést tolunk a pólóra. Tibor. Szerelni kell. Én vizsgáztatom az urat, csak behordhat a motoráztaté. Mindjárt megcsináljuk. Ír, köszi. Ez egy puszi vagon lesz, hallod? Jó napot kívánok! Rudás Tibor vagyok, Tisza Harkányról. Szevasz, Jack Frost vagyok, hello! Endek? Hallod, agyban ilyen hasítasít nekem, nagyon bejön. Tisza Harkányról hoztam a TS-be, ezzel dolgoztam. Azt van a testvérem a Dudás Antal. Ő is itt van Tisza Harkányról, de ő már régebb óta itt van, mint én. Ide hívott, hogy dolgozzak. De hasítasi, nekem kell egy ilyen hasítasi. Hol szerezt? Tisza Harkányról tudok hozni, beszállítani Tisza Harkányról. Ennyiért. Azt figyeld, a belsejét. Nem tudom. Nem tudom. Hát a Jucival ilyeneket. Szerintem ilyen 400-500. Nem maradjon akkor olyan, amilyen, nem? Mert svájci. Látod, svájci? Látom. Na, azért veszek, itt van más szín is. Jucci svájcban lakik, csak Tisza Harkányról is. Jó, ha hozol, megveszem. Nem fekete kell, jó? Tudok rozni. Nem tudna, Jucinak csak zöld cérnája van. Az a baj vele csak, de nagyon jó van. Áldos kezében. Egye fenne legyen zöld akkor. Szép uram, folytassuk az utunkat. Adja meg a számát, hogy fel tudjam hívni, ha Juci kész van. Ó, 007. Tadásban vannak. Várjon. Igen, igen. B-s jogsignál az mi a neve? És menni fog? Jack Frost. Menni fog neki. Nagyon jó halad vele. De bőrpest. Fél kilométert levezetünk, aztán kettő. Megyünk tisztet vele, és azt van neki. Bőr. 007. Igen. Ütőjel. 12.34. Mit mondott honnan? Tisza? Most így nem látom. Tisza karát. Megcsörgettem, vagy írd egy SMS-t, hogy... Írd maga azt a... Tudom, mi milyen Tibor? Dudás. Dudás Tibi, Dudás Tibi, jó. Tibor, Dudás Tibor, nem Tibi. De maradjunk el, Tibor. De hosszú íve. Igen, hosszú íve. Jó. Láttuk egyébként a kívülről. Hova vagy, Anti? Hova vagy? Tibi, hova vagy? Itt vagyok. Te tanul driftelni a Tibor? Itt vagyok a taxi mellett. B-s jogsit csinál. Elhoztott az oktató a... Hol vagyunk? Hol vagyunk? HKS. Csákásba vagyunk, Antti. Tehát ott vagy, mert? A Csákásba, azt mondta oktató. Hogy halad? Tudsz így is vezetni, hogy telefonálsz? De most itt vagyunk a Csákásban, most állunk. Miért? Rózsaszín. Nem, eddig is volt B-s jogsit, és senki nem használta. De mindenki csak drift oktatásra jön. Oh. Hallod, lyuk, gyere! Úgy, hogyha találsz új városlag, akkor küldheted mindányhoz. Csináljuk az oktatást, Anti. De azt mondta, nagyon ügyes vagyok. Mondja meg Antinak, hogy milyen ügyes vagyok. Ez az, jó, legyen is ügyes. Tíba, várom a hívásodat, köszönöm, minden jót, viszlát! Jó van, viszlát! Mit mondasz, Anti? Jó. Doki, Ferike ballagás a kazetta, nem érdekli olcsón. Ferike ballagás, de tudja, hogy mi van rajta. Mehetünk. Tegye le a telefonát. Azt lehet tévén, szaftos részek. Anti, és figyelj már, Anti, mi volt ez ott a... Rózsaszín? De nem tanítottak neked ilyet. Mit csináltál? Mit csinált? Mindig friss. Mint a reggeli Párizs, olyan friss. Ne menjünk. Majd nem. Mondd a Tibi boss, mert itt a dogi. Mi volt az ott a... oktatónál, Anti? Milyen oktatónál? Tehát láttam... Láttam elmenekültél, vagy mit csináltál, Anti? Valaki mondta, hogy vissza kell menni a telepre. És akkor utána meg visszatérünk a telepre. Igen, leraklak, Anti, mert vezetek. Jó van? Anti, szavasz.
Anti, hanem. De Jézus, Isten, elakadási jelzőt bekapcsolom. Rendben, azt a mindenit. Meg se áll. Hát ez nagyon durva. Hihetetlen, Tisza harkányon ilyen nincsen. Tisza... Azt a mindenit. Tiszakarádot akartam mondani. Tisza harkányos, most van, szeretjük a harkányiakat. Jó, figyeljen, egyezünk meg abból, hogy szerintem átment. Ez ugye nem a maga hibája volt, hogy hát jöttek. Nem. Lesz egy kollégám, majd lassan jön a városba, ő fogja magának kiállítani a jogosítványt. Van. Hívja fel a Dimitrit. Dimitri urat hívja fel, mondja meg neki, hogy megvan a jogosítványom, csak... Dimitri urat? Nekem még nincs meg a telefonszáma. Dimitri, nincs. Nekem sincs. Antinak megvan a telefonszám. Jó, akkor visszamenjünk majd a telepre, és jó akkor majd beleegyeztetjük. Ugye nem mentem maguknál neki autónak. Nem. Jó. Csak ennyit akartam, akkor visznát. Viszont látást, a Dudás Tibor vagyok, Tisza Harkányról. Tiszakanád. Hol van? Tehát nagyon messze van, nagyon messze. Kis hát község. Igen. Kis község. Jó, amelyek tovább akkor. De jó ugye, van. Akkor viszlát. Viszontlátásra. Uram, visszafelé már vezetem, jó? Rendben van. Ne álljon meg. Mármint úgy mondom, hogy álljon félre megkülönböztető jelzésnek. Aha. Megálltam, hogy direkt, hogy izé el tudjon menni. De Jézus Úristen, a város nagyon veszélyes. Ott nálunk, Tiszakarándon, ott nincsen ilyen. Tiszakarád. Nagyon békés kis község. Egy kicsit a gyógyszer behatott, egy kicsit alszok, amíg odaérünk, jó? Tudottam. Rendben van. Jó éjszakát. Itt. Felhívom Antit, hozzá ide a Dimitri urat. Van, ahogy gondolj, uram. Anti, figyelj ide! Tibi! A Dimitri urat ide kéne hozni, hogy beszéljen vele az oktató. Az oktató, hogy megvan a jogosítványom, csak még nincs. De hát írjon egy papírt, azt mondja. Hát tud... Tud írni papírt, azt kérdezi a Dimitri úr. Igen, igen, jön a kollégám és írja. Tibi, utasd az első utast. Várj, de hogy ti velem akartad megcsinálni a... Az első utasát felvette az Anti testvérem. És nem vagyok ott. Ajaj, hát ez nagy baj. De írjon papírt akkor, azt mondta. Oké, mindenképpen. Csak annyit, hogy megvan a jogosítványom, csak meg nem tudják kiállítani, tudja. Rendben van, uram. Érünk a telepre, és akkor írjuk is a papírt. Rendben, szuszannak egy percet. Tudottam. Mindjárt jövök. Uram, meg is érkeztünk, ha már ébren van. Nagyon jó. Nagyon zsír. Jó. Most elrakom a kocsit a garázsba. Az a...
Ő tudsz kiállítani nekem papírt? Igen, igen. Egy pillanat, összeírom a pontszámaidat, és igen, aztán oda... Van. Várjál... Gyors, megírom a papírt neked, mert nem volt hiba. Jó. Ráírom. Igen. Tessék, oda is adom neked. Igen. Rajta van minden. Rudás Tibor. Rudás Tibor, igen. Rudás Tibor, még egyszer a város mondaná? Elnézést. Tatka Harkány. Tatka Harkány, igen. Születési dátum. Kis akarád. A dátumot, nem a helyszín. Azok az évszámok, amik vannak a személyén. 1998. 98. December 6. 12.06. Rendben. Hogy lettem 98-os születés, bazzeg. Egy fél pillanat és bemegyek és hozom is a plastikkártyát, kinyomtatva. Tehát is adom önnek. Nincs egy kis innivarója. De adok is azonnal egy pillanat. Mert jó kis alkoholmentes sör, hogyha zé. Tehát nagyon jó, nagyon jó. Jó hideg. Az előbb én is. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Amúgy gratulálok a jogosítványához. Nagyon, nagyon köszönöm, hát de már volt. Volt, már csak... Hát csak érti, felfrissítettük a tudását. Visszakarádon hagytam. Hát semmi gond, kiállítunk egy ittenit, aztán jó napot van, tudja. Elfelejtettem, baszd meg. Akkor át is adnám ezt a plastikkártyát. Nagyon hálás vagyok. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm, nagyon köszönöm. Nézze meg, hogy jól írtam-e mindent. Tökéletes. Rendben, akkor meg is lennénk. Köszönöm. Mi is nagyon szépen köszönjük. Zánk szit hívjuk esetleg, vagy vannak ismerőségek esetleg, akik visszajönnének értük. Lesz taxim. Van akkor. Bár amúgy elvileg volna a taxitársasághoz, ha úgy mondanak. Elvihet. Tibi, hol vagy? Végeztél? Igen, végeztem. De gyere, értem akkor. Hát hova megyünk? Mind ma? Ide. Hova? Hát ide az... Küldte testvérem a koordinátát, pozícióját küldte. Te küldted? Tibi? Nem küldtem. Akkor hova, ahol voltunk nálad? Nem, ide. Ide, ahol vezettem. De hú, hol vezettél? Hát itt, ahol... Küldök neked akkor izért a házszámot. De pont küld, hol a HKS-be? Hol vagyunk? Mi a utca neve? Figyelj már, Nyuki, hallod? Drift suliba kéne menni. Bukaner V, hogyha esetleg így a GTA-t. Drift suliba. Bukaner V, azt mondták, az az utca neve. Bukaner V. Igen. Drift suli. Lyuk. Mindjárt Lyuk, indul. Onnan, ahonnan jöttünk, igen. Esetleg ott a kollégám el is tudja végülni. Oda, igen, oda megy. Ne aggódjál, Tibi, mindjárt felveszünk. Jó van, Anti, siessi, Anti. Sietek. Jön a öcsém, de bátyám. Rendben van, uram. Akkor hogy hallom, most kaptak állást a taxitársaságnál? Igen. Remek. Kellenek oda is az új emberek. Kellenek, főleg a jók. A jók. Igen, azok még meg? TS-be vezettünk egész nap a Antival. Combined, Zilt, Traktort. Nagyon sokat vezettünk Antival. Mindig azt akartuk csinálni, amit szeretünk. Sose sikerült, mondjuk. Mezőgazdaságba szerettek volna elhelyezkedni. Hát a Anti testvérem, szoftver üzemeltető, OK-n csinálta, hát én meg ABC eladó végeztem.
Nem gondolkoztatok ilyen étterembe menni eladónak esetleg, vagy te legalábbis nem, képesítés nem, szerint? Nem. Taxi tökéletes lesz. Majd... Szeretsz beszélgetni az emberekkel, ugye? Tudok vezetni. Igen. Taxisokat vezet, nem? Szoktak azért mászkálni a városba. Visszakarádom, ott nincsen taxi, mert nincsenek emberek. Tibi. Anti, ez a munka. Sikerült. Megcsináltam, Anti. Hát már van jogosítványod, azért van kis azért. Sikerült. Jó kis Prius. Kinek van Priusa? A Tibinek nincs neki Priusa. Lyukasnak van Priusa csak. Lyukast a Kazasztánba képzeljétek el. Keresik a Lyukast. Lopásért keresik a Lyukast. Azt mondta, keresik, csak innen nem vehetik el. Nem vehetik el. Lopás, orgazdaság, meg... Erőszakos magatartás. Ilyen kényes. Szeretsz, hogy velem találkoztak. Tönkényes lakásfoglaló. Hogy mondja? Szeretsz, hogy még velem találkoztak, nem pedig a rendőrökkel. Hát de ott volt a rendőrségen, és mondta ezeket, de nem tudom, foglalkoztak vele a rendőrök pedig. Mehetünk, ugye? Menjünk. Mi kérdése a vizsgát? Jó, sikerült, gyere, akkor már vezethetsz, Tibi, vezethetsz, gyere. Én fizettem ki neki. De én vezetek. Már most akkor te vezetsz, Tibi, hát most tanultad, most mutatod. Köszönöm, Lyukas, köszönöm. Tartozol nekem? Mivel? Na? Ez az Tibi. De ez elektromos, várja, ez más. Te nem mondtad nekem, Anti, mit csinálsz velem, Anti? Jól vannak oda? Megugrott. De megugrott. Nem mondtad nekem, az elektromos, Anti. Nem kementő. De Anti, hát az így megy. Hogy vinni vissza így kocsikát? Meghátja főnek, kirúgni? Kitaláljuk. Menjünk akkor, Tibi, ezébe, szerelőhöz. Kérd azt a kormányt, hogy tanultad, nyúljál át rajta, azaz. De úgy csinálj, mint a kecskét fejnél. Ne fejed te. De hol vagyunk, Anti? Menjünk majd a hiszébe bele. Te hova menjünk bele, Anti? Ne, jobbra. Erre, Anti? Nem tudom, hogy merre kéne menni. Hajts egyenes! Anyarodj, merre a út megy! Egy kerítést most elvittünk. Nagyon veszélyes vezetni, hogy kapni megjogosítványt? Megtanultad, hogy így erre is lehet fordulni? Elfogyott. Hova mész? Nem tudom, most bekerültünk valami csapdába, ez eddig nem volt itt. De nem volt, átépítették. Komolyan nem volt itt. Hát ugye gyors betonozósakat vannak itt, Én tudom, hogy mi való itt, te tudod? Menjél balra! Ki a kapun? Itt, ki? Vissza kell mennünk taxi állomás. Megjöttem, mutatkozom. Te ez az Anti, elhoztad a CD-t? Elhoztam a CD-t, igen. Te nevet hangosabbra, halkabbra vetted, Anti. Hát egy kicsit, hogy... Tekerd vissza. Halljuk az SMS-t. Tekerd vissza, Anti, a zenét. Az égi baráttal... De a TS-be mennyit hallgattuk? De te tett traktorba csak ezt szól. Reggel, mikor megittuk a pálinkát. Csodan, együtt vagyunk. De, Anti, azt nézd! Hú, de megfogtad. Azért csak látszik, hogy fizetőség van. Vagy ennek sok körlek. Tiszt jogosítványom van, Anti. Csak, akkor te tiszteltem már ezzel, ugye?
senki. Csepereg az eső. Mind sajnálta bár csak egymást. Bencsi szerintem csak nálad a... Jó, írtál a csávónak, hogy indult a taxi? Jó voltál. Nagyon ki van tervizve. Majdnem benézted, de mégsem. Írtáljuk egy izét, üzenetet a csávónak. De várjál, hát nekem szerződést kell írnom, Anti. De nekem van, majd azt mondjuk, hogy te én vagyok. De jó van, Anti. Majd akkor azt mondom, hogy én vagyok a Tibor. Vigyázz a fűre, mert meglátja a polgármester, baj lesz. De nem tudom, nem van ismerősöm, Anti. Megcsinálja majd. Visszaülteti a füvet? De a kocsit. Csá, mondjuk a... Ja, az is volt a szerelőknél. De nem emlékszel a... Karcsi meg tudja csinálni, nem? Karcsika? Ja, de meg tudja. De nálam mindig itt volt nála. Kocsikkal foglalkozik már, képzeld el. Tényleg? Jó napot kívánok! Megérkeztél víztaxi. Jöhet uram, hova megyünk? Republikba, a főgarázsokhoz. Főgarázs. Mit jelenteni főgarázs? Te mondja, merre. Jobbra. Balra? Hú, nem érzem a jobb oldalát. Az van belőve, uram. Nem érzem a jobb oldalát. Hátulat meg tudja nyomni az úti célját. Anti, nem érzem a jobb oldalát, Anti. Hogy nem érzed a jobb oldalát? Nem tudom. Most vizsgáztál, friss vagy. Nem tudom, de nem értem a kocsi jobb oldalán. Csak akkor menjünk csak balra. Jó van. Jó szépen vezetkedsz. Csak, itt most baj lesz. Itt kéne jobbra menni. Mondjuk az van, csak balra tudsz. Jó, most jó. Így is meg a szuperesket. Ne megoldassam. Mert ügyes vagy Tibi nagyon, vagyis Anti, vagy most mindegy, nem uram, 50 euró lesz, ugye? Jó, mondom. Biztos, amennyit fogok. Igen? 50 euró? Kék a 50 euró lesz. Három taxis van. Mondjuk az is igaz. 150. Hát ilyenek, de... Hülyének is megéri. Ki ez a néven? De itt kellett volna megállni. Itt kellett volna megállni. Tibi. Fordulj meg, ott a zsaruk. Álljunk meg, akkor ott majd itt a meditáció gyakorlatnál. Jó napot kívánok, uram! Jó, én kiszállok, és akkor tud fizetni. Jó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, 100, 110, 120, 130, 140. Anti, te is számolt meg. Támold meg, te is. Megszámolom azt. Nincs nálam. 10, 20, 20, megvan. Jó van. Köszönjük szépen, uram. Hívjon már. Viszontlátásokat, de. Hívj a legközelebb szélvész taxit. Lennünk. Csináljuk meg a termékést. Van, aha. Névjegyzékben ott van. Köszönjük, mennyit viszont a kiállomás, egy órája van? Én már annyira éhes vagyok. Anti, kanyarodj. Ja, jó, cseréljük. Gyorsan. Az a GMR-é, azt hiszem, de mondom névjegyzékbe, ott van. Izén, Twitch-en. Merre kell menni? Jobbra? De nem tudom. Jobbra, vigyázzá! Hol jobbra? Kezd le jobbra! Itt, Anti, óvatosan menj, Anti. Mennyi lesz a hatérve kocsikát? Jó. Mit tudsz mondani, figyelj? Mit értünk? Hogy figyelj, megoldom, hogy menjünk. Balra? Jó, láttad? Te nagyon jó vagy, Anti. Figyeld, itt is
Én itt lefekszek most már. Jó, tibi. Itt persze van, ti. Tapcsold már ki ezen után. Dimitrinak a számát meg kell adni. 7-7-7 kötője 7-7-7-7. Hát nagyon sok pénzt keresgettünk. Igen. A hívott mutyigényes a nem elérhető. Nem veszi fel főnök úr? Tegyük el a kocsit. Nem tehetni le így garázsba. Meg nem látod. Hát akkor figyelj, én elmegyek alszok, aztán majd holnap találkozunk. Rendítsek be? De nekem is mennem kell, Antti. Hát akkor gyere, itt bemegyünk az irodába, azt mondta Dimitri, hogy alhatunk itt. A irodába? Igen, van felül lakást. Holnap találkozni, kollégák. Jó, ja. Szia, Lukas. Szia, Lukas mely. Jó pihenés. Szia, jó éjszakát. Szia, majd csináltasd már meg a kocsit. Na, hát ennyi volt mára a Dudás Tibornak a debütálása. Hát remélem, hogy tetszett. Nekem kurvára bejön. Szerintem jó lesz. Hát még vannak kis javítgatnivalók, de jó lesz, vannak már tervek vele. Köszi, hogy itt voltatok, és megyünk rédelünk valakit. Jó éjszakát kívánok, holnap jövök. Jó éjt, sziasztok! Maradjatok a rédre!